Mindenkit nagy szeretettel köszöntök, Kovács Kálmán vagyok, a Magyar Asztronautikai Társaságnak nemrég megválasztott elnöke, más szempontból pedig a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi docense, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit. A MANT az elmúlt elnökségi ülésen, illetve hát azt megelőző belső konzultációban úgy döntött, hogy elindít egy új szeminárium sorozatot, űrkorszak címmel. A cél az lenne, hogy igen, elindítunk egy szeminárium sorozatot azzal a céllal, hogy havonta tartunk egy rendezvényt, a rendezvény egyik formája, a jelenlegi például, az egy nyílt, nyitott rendezvény, tehát interneten is követhető, helyszínen is vitával, nyilvános vita, bárki részt vehet rajta, illetve azt követő hónapban pedig belső szakmai megbeszélést folytatnánk olyan témákról, amelyek adott esetben vagy nagyon is aktuálisak, vagy egy kicsit kritikusak belül egymás között, tehát olyan szakmai belső műhelyvita, ami a belső szemináriumokra szokott tartozni. Ez általában csak a tagok, illetve a meghívottak körében fog zajlani, nem internet nyilvánosan. Ezzel szeretnénk lehetőséget adni arra, hogy a belső szakmai vitákat is hozzuk inkább felszínre, és egymás között beszéljük meg. Vannak ilyenek, hiszen elkészült az űrstratégia, a nemzeti stratégia, hosszú idő után, nagy várakozással. Ezt a végrehajtási utasítás most készül, mindenki keresi benne a szerepét, és jó lenne, hogyha meg is találná mindenki a maga számítását benne, tehát az ország feltétlenül prosperálna belőle. Ezért gondoltuk, hogy ezt a szeminárium sorozatot elindítjuk. Ugyanakkor a nyilvános része meg azért kell, mert ezt az egész kérdéskört nagyon fontos népszerűsítenünk, különösen úgy gondoljuk, hogy a középiskolások és az egyetemisták körébe, hiszen indul az űrmérnök szak, hiszen indulnak az olyan űr jellegű képzések, amelyek űrminősítést adnak az egyes végzett hallgatóknak. Tehát úgy gondoljuk, hogy igenis van igény arra, hogy nagyobb számban emberek ezt a területet, ezt a nagyon magas technológiai színvonalú területet űzzék, és Magyarország ebben előrébb lépjen. Ezért ha sikerül tovább léptetnem, de most nem. Őkorszak, igen. Egyet ment, hát akkor már jobbak vagyunk, csak nem arra a kerekasztal vitára akar. Tudom, mi történt, a kedves kollega a másikat tette ide be. Mindent megoldunk, ha egyszer megoldhatjuk, és a szemüveget veszek föl. Elnézést a technikai dolgokért, de a kolléga segítsége jó volt, csak nem célszerű. És akkor ezt a szlájdot kellene vetíteni. Igen is, és akkor már csak azt kell megtanulnom, hogy hol kell vetíteni, mert hogy ez egy... Igen, azt hiszem, akkor most sikeres lesz. Köszönöm szépen a türelmüket mindenkinek. És akkor az üdvözlő gondolatok után szeretném megkérni Saraf Hasszán dékán urat, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem villamosmérnök és informatikai karának dékánját, hogy az egyetem és a kar nevében üdvözölje a jelenlevőket és a sorozatot nyissa meg. Előjáróban annyit szeretnék csak mondani, rektor úr nagyon támogatja, hogy ez a sorozat itt a Műszaki Egyetemen legyen, a villamosmérnöki karral együttműködve közösen. Dékán úr, tiéd. Köszönöm szépen, szeretettel üdvözlök mindenkit, és nagyon örülök annak, hogy a kar adhat otthont ennek a sorozatnak. Volt egy gentleman agreementünk a Kálmánnal, hogy felkészítőt küld nekem, nem küldött felkészítőt. Most az ajtóban azt mondta, itt van, mondom, köszönöm, most már nem tartok igényt rá, mert így nem lesz hiteles. Így nem tudtam felkészülni, de így jobb, mert akkor én magam leszek, és nem másnak a gondolatait fogom továbbítani. Ez az igazsághoz hozzá tartozik. Megígérte, amikor először megkeresett azzal, hogy tudunk-e helyet biztosítani a sorozatnak, mondom, na, persze. És a kancellária felé kell fizetni, akkor is vállalja a kar, tehát a kar, ez gazdag kar, itt vannak vikesek itt. Sokan a felsőoktatásban szeretik ezt a siránkozást, hú, nincs pénz, nincs semmire, hát itt összeomlik az egész, ja, mindenki, a sírásban nagyon jók vagyunk. Én úgy érzem, ha eleget dolgozunk, nem lesz probléma, és nem vagyunk szegények, elég nagy az erőforrás halmaza a karnak. Persze a Bandi bácsi azt fogja mondani, igen, de ha akar egy kis
panel beszerezni, ez hely napig tart, ezt nem mondtam, hogy nem bürokratikus, azt mondtam, hogy van keret rá. Azért a bürokráciában van megoldás, menjünk ki valami alapítványba, vagy valami más modellbe. Nincs itt a rektor úr, akkor ezt nyugodtabban mondhatom, tehát úgyis felvétel lesz. Lehet, hogy már nem leszek dékán délután, de ezt fel kell vállalni a véleményét. Egy szabad országban, jogállamban, ez az én véleményem. Ha tényleg ezt akarjuk, hogy ez a, nem tudom, múltkor mit mondtál, 3 hónap beszerezni egy eszköz, ha ez tényleg ettől a szörnyű helyzettől ki akarunk mászni, akkor vannak más megoldások az országban, és mások meglépték. Most ez messzire vezet, és veszélyes téma, azért visszajövök ide az űrmérnöki területre. Tavaly úgy döntött a kar, hogy már a nagyjaink bebizonyították azt, hogy képesek felküldeni az űrben, sőt, rekordot döntöttek itt a smoggal, a mérettel kapcsolatban. Bandita bácsitól ezeket tanultam, jártam nála, itt is képzést kaptam. De lényeg az, hogy rekordot döntöttünk. Ha annyira jók vagyunk, akkor tessék, kínáljuk ezt a tudást a fiataloknak. És igény van rá, többen meggyőztek engem arról, hogy nagy igény van erre a tudásra. Tehát hol máshol, mint a villamosmérnök és informatikai kar, természetesen a BMR részeseként, úgy, mint egy legnagyobb kara a műegyetemnek, gépészekkel, vegyészekkel, építőkkel együtt, és természettudományi karral együtt. Útjára indítottuk, ez egy hosszabb folyamat, szaklétesítés, mesterszinten, utána indítás, ez egy hosszabb folyamat, de bízom benne, hogy a végére járunk, és akkor azt mondjuk, hogy a becslés szerint 40-50 ember, Csurgai Lacira nézek, akkor ezek stimmelnek, ezek a számok. Továbbra is fenntartjátok azt, hogy 40-50 ember évente csatlakozik ebbe a programban, tehát egyszerre a négy fél éven keresztül megyünk, tehát a Q-ban mindig 200 ember bent lesz valahogy első meg második évfolyam között, meg keresztfél évben is indulnak a mesterképzések. Ez azért fontos, mert ez egy komplex terület. Ebben nagyon sok... Az akadémia úgy multidisziplináris, én most nem ezeket a szavakat szeretném használni, kell itt az energetikus, kell itt a gépész, kell itt a villamos, kell itt az informatikus, kell itt a távközlés, minden egy helyen, ez egy komplex rendszer. Ez igazi mérnöki tevékenység. Na most próbát teszünk arra, hogy ezt a képzést jóra csináljuk. Megígérték a kollégák, most létrejött minden környezet, még egy dolog hiányzik, van ígéretünk, hogy ez az 1,5 milliárd labor, amit igényként fogalmaztak a kar felé a kollégák, nem voltak szerények, elég vastagan fogott a tolluk, de ha akkor minden legyen itt egy helyen, végre lesz a karon egy ilyen labor. És most itt nyilvánosan is mondtam, egy újabb elköteleződés ebbe az irányba a kar oldaláról. Amikor jöttek ezek a keretek, hogy az állam biztosít nekünk kereteket, hogy mire akarjuk költeni, az első helyen azt írtuk, hogy űrtechnológiai labor. Pont azért, mert ebbe hiszünk, és úgy gondolom, ha ide kerül a labor, jó helyen van, és nagyon sok fiatal fog tudni bemenni ebbe a laborba. Sőt, hosszabb távon a kollégák remélem, egy akreditált labor formájában kínálják a szolgáltatásait az ipar felé. A VIC-nek az erőssége, amikor azt mondom gazdagkar, senki se gondoljon arra, hogy a Pakovics miniszter úr valami több pénzt adott, nem adott több pénzt, tehát ne arra gondoljon valaki, hanem itt az ipari bevételek, ipari, hazai pályázatok és nemzetközi pályázatokból áll össze a keret. Amiből gazdálkodunk, és nem a költségvetési támogatás, amit kapunk ilyen formában. De ez a kartermelőkar nem a polcnak dolgozik, hanem az iparnak. Ha hiszünk egy területbe, akkor próbáljuk ezt közösen a cégekkel együtt csinálni, a nehézségek ellenére, és értem a nehézségeket, és ez a legnehezebb helyzet, amikor fordulnak a dékánhoz, és a dékán tehetetlen, nem tud mit tenni, az adott körbetelefonon lehetne gyorsítani, tehát szívességet kér. Ilyen az állami rendszer, ezt én elismerem, de ebben a környezetben próbálunk, hát nem tudom, maximálisan megfelelni a felmerülő igényeknek. Lényeg a lényeg, a karnak ez nem egy szak a sok közül, ez egy stratégiai irány, mert van egyszer egy zsetonja a pénzből, és ezt a zsetont erre teszi, amit kap keret, ez jelzés a kollégáknak, akik tevékenykednek ezen a területen, és az ipar felé, hogy nekünk ez a szak, ez nem egy szak a sok közül, ez a stratégiai szak. Tehát ez nagyon fontos kiemelni ilyen formában. És bízom benne, hogy jövőre már az új hallgatókkal tudunk találkozni. Erről a karról holnapig lehet beszélni, de most nem ez a téma. Itt a kollégák azt kérdezték, végig ülöm-e a kerekasztalt, mondom nem, mert amíg szabad ember voltam, élveztem a szakmai fórumokat,
A dékán az egyetlen, ami nem szabad ember, mert sok felé kell, hogy szolgáltatást nyújtson, és nem mondok többet, mert ma tényleg az állásomba fog kerülni a többi, de lényeg az, hogy én nagyon örülök annak, és a kar partner abba, hogyha kell hely, a Kálmánt nem kell félteni, azért kiharcolja belőlem, ez úgy adja elő, hogy fú, ezt most nem mit csináljuk, X meg Y azért lenyúlja, ez ügyesen tálalja felém, és én ebbe a partner, ebbe a bepalizásban, tehát én nagyon örülök annak, hogy itt indul ez a sorozat. Én gondolom így fair, hogy én magam vagyok, és nem a te szavaidat kell nekem idézni. Jó, köszönöm szépen, nem szaporítom a szót. Sok sikert kívánom a sorozathoz, és elnézést, én nem lehetek része a szakmai fórumnak, mert várnak fönt egy másik eseményen. És köszönöm. Köszönöm szépen, de nem engedem el dékán urat, mert egy valamilyen rész a következő résznek még szereplője. Szeretnénk köszönteni azokat a kollégáinkat, akik idén lesznek 80, voltak, vagy lesznek, az a lényeg, idén ünneplik 80. születésnapjukat. És ezeket a kollégákat szeretnénk személyesen is köszönteni, és dékán úrtól azt kérném, hogy majd szerintem oda, mert oda fognak jönni, és a főtitkár urat pedig szeretném megkérni, hogy majd neked az szólítás sorrendjében az oklevelet odaadnám. Igen, és akkor mindig egy díszdobozos kis tokaival szeretnénk megörvendeztetni az ünnepelteket, de ami leginkább fontos, szeretnénk fölolvasni. Tehát Bárci Pál, ABC-ben és nem születési dátum szerint. Bárci Pál, okleveles kohómérnök, a Miskolci Egyetem professzor emeritusa, az univerzális sokzónás kristályosító űrkemence feltalálói kollektívának vezetője, 1993-tól a Miskolci Egyetem újonnan induló anyagmérnökképzés szakmai vezetője, 95-től a nemesfémes anyagok tanszéki professzora, majd az Anyagtudományi Intézet igazgatója. Rengeteg nemzetközi és hazai eredményét nem sorolom föl, csak egyet emelnék ki, a Csillagvárosban lévő óriás centrifugával végzett anyagtudományi kísérleteket, és hogy 2000-ben megalapította az Admatis Kft-t, amelyik Magyarországon ma az egyik legjelentősebb és legsikeresebb űripari cég. Több könyve jelent meg, és 2007-ben ő alapította a Magyar űripari klasztert. Kedves parancsnok. Isten értesítsen. Köszönöm szépen. A következő ünnepeltünk, szigorúan ABC rendben, dr. Ferenc Csaba, professzor úr, villamosmérnök, űrkutató, 1968-tól egyetemi doktor, 1972-től a műszaki tudományok kandidátusa, 81-től a műszaki tudományok doktora, az elektromágneses hullámterjedési és űrelektronikai kérdés szakembere. Még arról híres, és itt a Műszaki Egyetemen ezt el kell mondani, hogy ő volt az az ember, aki 1961-ben, azaz 60 éve, éppen 60 éve, szeptemberben még diákként létrehozta a magyar űrkutatás egyik legfontosabb hazai bázisát a Budapesti Műszaki Egyetemen, és így hallgatóként tulajdonképpen elindította Magyarországon az űrkutatás szakmai műhelyét, amiből nagyon sok ipari és kutató műhely alakult később. 64-től 68-ig volt az egyetem oktatója, majd 68-tól az egyetem hibájából úgy gondolom, de végül is más területen kellett dolgoznia. Nagyon jó, hogy azt az űrkutatási kormánybizottság titkárságán szakértőként, majd pedig 82-től az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tudományos tanácsadóként, később az űrkutató csoport vezetőjeként, egyetemi magántanárként a munkájában örömünk lelhetett mindannyian, a világűrbe járt SAS műszer fejlesztője, készítője. Isten éltessen sokáig! Bocsánat, nem tudom, hogy hol van a fotó, azért bocsánat. Itt van. Ez a székenszer. Hát nem jó, van. Én érvényen, nagy érvényen adtam át a
aranyokleveleket múlt héten, és nagyon sok kollega volt köztük, és mindig élvezettel voltanak. Ez élvezetesebb, mint a fiataloknál. A fiataloknál itt van komoly teljesítmény. Ugye a professzor tárgyalnak kapott. Remélem nem sokára neked is. Már volt. De melyik volt? Nem mondom meg. Na jó, tárgyalj. 61 hangzott, ez kiszámoltam azt, hogy 60 év, akkor egy diamánt jön most már, megtanították nekem, hogy mi milyen jó után jön, és akkor azt mondtam, hogy nem 61, akkor még diák volt, még nem lehet át a diamántokkal. Igen, a következő ünnepeltünk dr. Svint András, kedves Bandi bácsi. Villamosmérnök, egyetemi doktor, 57-ben rádióamatőrként vette a Sputnik 1 jeleit. Rádióamatőrként az első műhold jeleit vette. Egyetemi hallgatóként a már előbb említett rakétatechnikai tudományos diákkörnek a tagja volt, ahol Ferenc Csaba alapította, ugye, és ahol főleg műholdak telematikai jeleinek vételével foglalkozott. 65 óta a Műegyetem oktatója, gyakorlatilag végzése óta, 70 óta az űrkutató csoport megalapítója, és 2012-ig annak vezetője, és most nem sorolom el a sok kitüntetésedet, Bandi, de egyet igen, hogy Magyarország első magyar hazai készítésű műholdjának tervezője, létrehozója, főkonstruktőre a MASZAT 1-nek, és azóta is azt hiszem, hogy a magyar űrkutatás meghatározó sikerembere. Gratulálunk, Isten éltessen sokáig! Ugye elfordítod, akkor a 8-as végtelenné válik. Na ugye? A következő ünnepeltünk Horváth András, vagy Horváth András Ferenc, ahogy én az újabb könyvekben látom, csillagász, űrkutató, a fizikatudományok kandidátusa, 65 és 69 között a Miskolci Uránia csillagvizsgálóban végzett műhold megfigyelést, 69 és 70 között Moszkvában volt, és az Akadémiai Csillagászati Intézetben aspiráns, majd a disszertációját ott védte meg. 72-től az MTA Csillagvizsgáló Intézetének munkatársa, majd pedig 96 között a Budapesti Planetárium és Uránia Csillagda igazgatója. Mindenki azt hiszem ismeri Bandit, rengeteg könyvnek, és az Euró magazin repülési és űrrepülési folyóiratnak a szerkesztője. Isten éltessen sokáig! A bort is megkapom. És te csak ABC-ben végül, és nem utolsó sorban. Egyébként korát tekintve azt hiszem a legelőször betöltötte a 86. Remes Péter, orvos ezredes, űrkutató, repülő és űrorvos. 1966-ban végzett a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Repülő és űrorvosi ismereteit a Szentpétervári Kirov Katonorvosi Akadémián, az amerikai légierő repülő és űrorvosi tanfolyamán, valamint a NASA űrélet tudományi programjában szerezte. A magyar űrrepülést, azaz Farkas Berci repülése idején megszervezte és vezette Kecskeméten a Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézet diagnosztikai osztályát, és részt vett az űrhajósok kiválogatásában, felkészítésében. Azóta is nagyon komoly oktató-kutató munkát végez a Szegedi Orvostudomány Egyetem oktatója, a Magyar Asztronautikai Társaság alapító tagja, és az űrorvosi munkabizottságnak és az etikai bizottságnak is vezetője volt. Menjek el magyarul. Jó, köszönöm. El vagyok zavarva. Köszönöm szépen. Igen.
Most már titkos dolgok következnek, szakma. Igen. Miután ez előbb elmaradt, ezért most, és továbbra se tudom léptetni a berendezést, mert valami nem úgy csinálja, de akkor most, bocsánat, ezt így kellett volna, csak ennyi kezem nem volt. Bárci Pál, Ferenc Csaba, Svindbandi, Horváth András, és Hemcs Péter. Még egy tapsot nekik, nagyon szépen köszönjük, hogy mindannyian el is jöttetek, és akkor nagyon gyorsan, mert az időnk elfutott, olyan dolgokkal, ami fontosak, szépek, de azt hiszem a kerekasztalra vár most már mindenki. Egyetlen egy dolgot még az elején elmondtam, most a végén még egyszer hangsúlyoznám. A szeminárium sorozatunknak a nagy nyilvános része, az most ebben az első esztendőben, mint ünnepi nyitó esztendő úgy fog zajlani, hogy megkérjük azokat a tisztelt kollégákat, akik most töltötték be a 80. életévüket, majd azért szeretném mondani, hogy például Erzsike nem sokára 85 lesz, tehát lesznek még ünnepelteink idén is, aztán Almár Iván jövőre 90, tehát szép kerek évfordulósok jönnek. Mindenesetre azt szeretnénk, hogyha a nagy nyilvános rendezvényeken az évfordulósaink elmondhatnák életpályájukat, beszámolhatnának valami izgalmas olyan történetekről, amit azt gondolom, hogy az egész pódium nagyon szívesen és a nagy nyilvánosság is meghallgatna, tehát két havonta az ő előadásaikra lesz, kerül majd sor. A közbenső hónapokban pedig olyan vagy akut, vagy éppen valamilyen általános belső szakmai téma lesz, amit a leginkább a tagság kér, hogy egymás között egyeztessünk. Négy ilyen témánk már van, most nem sorolom ezt föl, a napokban az elnökség majd szépen sorba rendezi ezt, illetve az ünnepeltekkel, az évfordulósokkal megbeszéljük, hogy ki milyen időszakban szeretné ezt megtartani, és milyen formában. Úgyhogy ez lesz a következő egy év programja, és akkor jövő szeptembertől már nem ez az ünnepi első év lesz, hanem egy kicsit a mindennapok évei következnek. Bízom benne, hogy addigra elég bejáratódik ez a szeminárium, és nem titkolt vágyam, hogy legalább hasonló sikereket és hasonló eredményeket el tudjon érni, mint a szomszédvárba, az Eltén, az Atomcsill, az Atomoktól a Csillagokig rendezvénysorozat, ami igen sikeres ebben a maga nemében. Hát remélem, hogy mi is azok leszünk itt. Majd Csaba segít, hogy kell ezt csinálni. Nagyon szépen köszönöm, és akkor most a kerekasztal beszélgetés következik. Ha megtalálom hozzá a megfelelő szlájdot, amit állítólag folytonosan fog vetíteni a gép, de addig is meg szeretném kérni a kerekasztal résztvevőit, hogy fáradjanak ki. Ugye a beszélgetéshez Iván azt kérte, hogy egy kicsit rendezzem ezt át, tehát szeretném kérni Almár Ivánt először, hogy jöjjön, ő fogja moderálni ezt a beszélgetést, és a résztvevőket szeretném kérni, ugye Bartóki Gönczi Balást, Nemzeti Közszolgálati Egyetemtől, Bot Elődöt, nem is tudom melyik címével, de mondjuk én azt mondanám, hogy mint a MANT remélhetőleg előbb-utóbb örökös elnökét, de mindenképpen meghatározó előző elnökét és az ENSZ több bizottságának, többek között a Tűrkozási Bizottságának korábbi elnökét, és szeretném Magyari Gábort még megkérni, akiről biztos elmondják sokan, úgyhogy én nem mondom el, hogy arról is híres, hanem azt mondom, hogy egy igen tehetséges vállalkozásban és tehát gazdaságban és tudományban egyrészt egyfelől gyakorlott fiatal űrkutató. Ők hárman fognak beszélni Iván moderálásában, úgy, ahogy megbeszélték a téma, a világűr határa Kármán vonal és az űrturizmus kihívásai. A platforma tiétek. Köszönöm szépen. A mikrofonon csak egy kapcsoló, és már is lehet körbe adni. Én is ezt odaadom, mert nekem már nincs szükségem mikrofonra. Egy pillanat. Köszönöm szépen. Mielőtt megkezdjük az egészet, azért két rövid megjegyzést hadd tegyek. Az egyik, amiről nem volt még szó, hogy számomra, és azt hiszem, hogy mindenki számára óriási öröm az, hogy végre személyesen találkozunk. Hát azért eltelt másfél év, és sokan, akikkel normál körülmények között legalábbis havonta találkozni szoktam,
a társaságból, azokat másfél éve nem láttam. Legfeljebb a televízió, a képernyő. Most örüljünk annak, hogy végre idáig eljutottunk, és tartunk egy olyan rendezvényt, ahol mi magunk is jelen vagyunk. A másik dolog, hogy hát azért én nem engedem, hogy engem teljesen kihagyjatok az ünneplésből, én is még a 80-asok közé tartozom. Szóval ilyen értelemben, hogy a 80-asok klubjának még én is tagja vagyok, és nagyon, nagyon nagy generáció volt ez a generáció, amelyik most 80 lett, úgyhogy remélem, hogy a fákja átadása a következő generációnak az sikeresen lezajlik, és minden remény megvan rá, hogy folytatni fogják. Nem kérdeztem meg, hátul hallani, amit mondok? Jól, meg az erősítés jó? Jó van. Akkor a harmadik, és ez a legfontosabb, hogy rövid pár szóval megindokolnám, hogy miért választottuk ezt a témát, és hogy miért választottuk az előadókat. A témaválasztás azért, mert egy fontos és rendkívül aktuális témáról van szó. Egy problémáról, aminek a megoldása évtizedek óta húzódik, és hogy egyáltalán milyen irányba tart, arról remélem majd még sok szó fog esni, hogy miért olyan fontos, azt egyszerűen azért szeretném hangsúlyozni, mert kicsit félre megy a dolog az űrturizmussal, amikor valami olyan varázslatos elképzelés van arról, hogyha valaki 100 kilométer vagy 80 kilométer fölé jut, akkor már az űrben van, és ha csak 79, akkor nem járt az űrben. Szóval ezek a tévhitek nagyon elterjedtek, és szeretnénk egy kicsit arról vitatkozni, hogy mi lenne az igazi megoldás, mert kell valami megoldás. Addig, amíg az űrkorszak kezdete táján, ez nem volt egy ilyen nagyon kiélezett téma, elég egyértelmű volt, Gagarin az első, aki a világűrben járt, nem volt kérdéses. Ma már ezen is lehet vitatkozni, attól függ, hogy hol van, hol húzzuk meg azt a bizonyos határt, akkor erről nem volt szó. De hogy egy még másik aktuális téma, nem annyira aktuális, inkább örök témát fölvessek, hogy ki volt a második űrhajós? Erre nem olyan könnyű válaszolni. Mi azt mondjuk, hogy Titov, aki először kerülte meg többszörösen is a Földet, de hát Gagarin és Titov között volt egy amerikai Shepard, aki a mai definíciók szerint, vagy bizonyos definíciók szerint az űrben járt, akkor, amikor egy űrugrást hajtott végre. Szóval még ilyen egyszeri dolgoknál is. Ezekről a témákról érdemes vitatkozni, és érdemes ezeket megbeszélni, mert gondoljuk csak meg, hogy mennyire fontos sokszor egy század másodperc egy sportversenyen, hogy most aranyat vagy ezüstöt kap valaki, vagy hogy ezüstöt vagy bronzot második vagy harmadiknak futott be. Hát azért a világűr meghódítása, vagy a világűrbe való kijutás is egy rendkívül fontos verseny volt, és itt az első, ki az arany, ki az ezüst, ki a bronz, azért ezek nem egészen elhanyagolható kérdések. Úgyhogy ez az egyik része a dolognak. A másik része a címnek is, az, hogy az űrturizmus tette ezt az egészet még külön aktuálissá. Az űrturizmus nem új dolog, de azt a fellendülést, ami most ebben az évben bekövetkezett, és amit úgy teljesen zárójelben megjegyzem, hogy már 10-15 évvel ezelőtt is a közeljövőre jósoltunk, de ez nem vált be, ez nem történt meg, de most tényleg egy nagy lendületet kapott az űrturizmus, és ebben a nem részletezem, hogy mit, erről majd szó lesz, nyilván a beszélgetések során, és szeretnénk, és csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy a legutóbbi, alig egy-két nappal ezelőtti SpaceX kísérlet, vagy SpaceX repülés, ez nem kísérlet volt, amikor három napig ugye fönt voltak a négy
amatőr űrhajós a világűrben, az szintén egy új megvilágításba helyezte ezt az egész problémakört. Amatőr űrhajós, professzionális űrhajós, kutató űrhajós, mikről van itt szó, kikről van itt szó. Tehát olyan problémák merülnek föl sajtóban, és hogy akik tőlünk várják a választ, hogy mi a helyes álláspont. Na most befejezésül, a bevezetés befejezéséül azt szeretném mondani, hogy ez egy nagyon interdisziplináris témakör természetesen, és így is választottuk meg a panel tagjait, akik előtt bemutatják a helyzetet. Volt előtt csillagász, akinek a asztronautikához való szoros kapcsolódása révén, hát jó áttekintése van a múltról, ő kezdené az egész problémakör múltjának a bevezetésével. Azután a jelenről Magyari Gábort kértem meg, hogy kezdje el bemutatni a jelen helyzetet a repülés és az űrrepülés oldaláról, és végül jön a csattanó, a jövő, amiről semmit se tudunk, úgyhogy azt egy jogászra kellett bízni, és így lett Bartóki Gönczi Balázs az, akit megkértem, hogy próbálja megmondani, hogy egy jogász szerint minek kellene történnie a világűrjogban ahhoz, hogy ez a téma helyére kerüljön és rendbe jöjjön. Tehát ebben a sorrendben fogunk három részre vágni ezt a hátralévő másfél órát. Nem merítjük ki az időt, az a terv, hogy hozzászólásoknak hagyunk időt. Minden így egy ilyen harmad után, tehát a múlt harmad, a jelen egyharmad és a jövő egyharmad után lehetőség van kérdések föltételére és vitára. Ennyit szerettem volna előjáróban mondani, és akkor felkérném Botelődöt, hogy kezdje el a múlttal ott, ahol ő akarja. Jó, 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 most már működik. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves tagtársakat és a hallgatókat, és külön köszöntöm a születésnaposokat nullától végtelenig, ugye keresztbe fordított végtelenig. Na, hát a lényegre térve, ugye a világűr és a légtér elhatárolásáról beszélünk itt tulajdonképpen, és ez az egyik fő probléma. Amit Iván mondott a bevezetőjében, hogy ez egy régi probléma, ez nem csak egy ilyen költői kép volt. Ugye az ENSZ világűr bizottságának a jogi albizottsága az évtizedek óta, 60-as évek óta tárgyalja, ezt napirenden tartja, és hát az, hogy nem jutottak 5-ről a 6-ra, ez nem csak a jogi albizottság csekély hatékonyságát mutatja, hanem a problémának a bonyolultságát is. Ugye itt a címben is szerepel a Kármán vonal, hogy mi ez és hogy jutunk el oda, ezt én két oldalról szeretném megközelíteni, kicsit alulról is, meg kicsit fölülről is, és akkor majd oda konkludálunk valahova a Kármán vonalhoz. Hát ugye, ha alulról kezdünk menni fölfelé, akkor elég egyszerű megmondani, hogy hol a légkör határa, hát mondjuk, ahol már nem kapunk levegőt, és megfulladunk. Hát ezt majd a főorvos úr pontosítja, de hát tudjuk azt, hogy a 8000 méteres csúcsokra az extrém sportolók egy része is oxigénpalackkal megy, és nagyon ritkák azok, akik fölmennek oda palack nélkül. Tehát valahol ott a 8-10 kilométer között már bajok vannak a levegő mennyiségével, elsősorban a sűrűségével. Ugye? De hát majd Gábor azt is megmondja, hogy a pilóták mikor meddig mennek föl még oxigénmaszk nélkül, és mi az a magasság, ahol már föl kell venni, mert egyébként ugye szintén bajok vannak. Tehát ez van alulról, ez ilyen 8-10
valahány kilométer. Földrajzban ugye azt tanuljuk, hogy 30 kilométer magasság alatt van a légkörnek a 99%-a. Hát ezek olyan szép kerek számok, de semmi oka nincs, hogy miért pont 30-at mondunk, és miért pont 99%-ot mondhatnánk. Tudom én, 27 kilométer alatt hány százaléka van, legfeljebb nem olyan szép a szám. Ez eddig rendben van. Mi van fölülről? Fölülről ugye vannak a légkörnek különböző rétegei, amiket elég jól el tudunk egymástól határolni. Azért lehet ezeket elhatárolni, mert van egy bizonyos hőmérsékleti profilja a rétegnek. Először csökken a hőmérséklet, aztán emelkedik, aztán megint csökken, aztán megint emelkedik, és utána úgy áttér valahogy a végtelenbe. Ugye troposzférától megyünk az exoszféráig. Milyen magasságban járunk? Hát ugye valahol a mezoszférának a teteje, ugye az a középső réteg, ugye a mezó, az olyan 80 kilométer környékén van. Majd én az egész ezeket a határokat majd arra fogom kihegyezni, hogy mennyire bizonytalanok ezek a határok, hogy ezzel föladjam a labdát Balázsnak, és majd Balázs megmondja, hogy ezt ők miért nem szeretik. Ugye én már tudom, hogy miért nem szeretik, de majd ezt ő elmondja. Tehát ugye az, hogy a mezoszféra fölött még van két rétege a légkörnek, az valahogy azt sejteti, hogy hát úgy látszik, hogy még ott azért nincs teljesen vége a dolognak. Hát persze, hogy nincs vége, hát nagyon jól tudjuk, hogy a nemzetközi űrállomásnak bizony rendszeresen egy-két hónaponként néhány kilométerrel meg kell emelni a magasságát. Miért? Nem szórakozásból, azért, mert a légköri fékeződés miatt ugye csökken a keringési magassága. Tehát 400 kilométer magasan annyi légkör azért még van, hogy kicsit fékezze a mesterséges égitestek mozgását. És ugyanígy még mehetünk még a 400-tól még egy pár száz kilométert, és még mindig kimutatható a légköri fékeződés. Tehát valahol, ugye, ha azt mondjuk, hogy hol nincsen már légkör, akkor nagyon sokáig mehetünk ilyen 800 és 1000 kilométer közötti magasságokig, ahol már az exoszféra tényleg annyira átmegy a világűrbe, hogy azt mondjuk, hogy ott már, na aztán tényleg nincsen légkör. Na most valahol, ugye ez a két alsó és felső határ között találjuk a Kármán vonalat és hasonlóakat. A Kármán vonalat le kell szögezni, hogy ugye Kármán Tódor nem űrkutatási alapon végzett számításokat. Ő repülőmérnök volt, sugárhajtással, repülőkkel foglalkozott, ő nem volt űrkutató. Én megnéztem a könyvébe, a publikációinak körülbelül 10%-a az, ami több-kevesebb jóindulattal űrkutatásinak nevezhető, a többi az mind repülés, sugárhajtás, stb. És ő kiszámolta azt, hogy milyen magasságig tud a repülőgép fönt maradni, hol elég sűrű a légkör ahhoz, hogy a repülőgép még repüljön. És nem csak, hogy ezt kiszámolta, hanem nagyon fontos hozzátenni, hogy egy konkrét repülőgép típusra végezte a számításait, méghozzá egy 2-3 Mach sebességű Bell X2 repülőgépre, és hozzátette azt, hogy ha majd a technika fejlődik, akkor annak megfelelően lehetnek olyan repülőgépek, amiknél ez a határ ez kicsit följebb tolódik. Tehát ő se tekintette ezt kőbevésetnek. Ugye? Ez egy nagyon rugalmas határ. Később aztán valahogy ez az általa kiszámított 81 néhány kilométerről egy kicsit föltolódott a 100 felé, és valahogy bejött a képbe a 100, ugyanúgy, mint ahogy bejött a földrajzba ugye ez a 30 kilométeres bűvös szám, bejött a 100-as, mint egy bűvös szám, mert a 10-es számrendszerben azt úgy szeretjük, hogy ez egy olyan jó kerek szám. De egyébként fizikailag semmi magyarázata nincs erre.
Én mondanék egy olyat befejezésül, már a magam mondókája befejezéséül, ami egy fizikailag megfoghatóbb dolog, nem repüléstechnikailag, hanem természettudományosan megfoghatóbb határvonal, mint a repülési alapon definiált Kármán vonal. És ez az úgynevezett turbopauza. Kérem szépen, ugye a turbopauza az egy olyan határ, ameddig a légkör keveredik. Ismerjük itt a Földön az összetételt, hogy 80% nitrogén, meg 20%, 21% oxigén. És ha megyünk fölfelé, akkor a légkörnek a sűrűsége csökken, de az összetétel nem változik. Meddig? Körülbelül 100-110 km magasságig. Ez az úgynevezett turboszféra, ahol a levegő molekulák ütközései elég gyakoriak ahhoz, hogy tökéletes legyen a keveredés. Tehát fogynak a molekulák, de az arányuk eddig a turbopauza magasságáig állandó marad. Tehát 90-100 kilométer körül megnézzük a légkör összetételét, ugyanazt az összetételt kapjuk, mint itt a Föld felszíne közelében, eltekintve persze az ilyen apróságoktól, mint vízpára, meg széndioxid, de az alapvető összetevők azok változatlanok. És a turbopauzánál következik be egy fizikailag minőségi változás, mert onnantól kezdve a molekulák már olyan ritkán ütköznek egymással, hogy nem tökéletes a keveredés, nem jön létre a keveredés, és ezért molekulasúlyuktól, illetve ott már atomos összetevők is megjelennek, atomsúlyuktól függően más-más ütemben csökken a mennyiségük, ezért aztán a különböző összetevők a nagyobb magasságokban földúsulnak, a legmagasabban ugye az atomos hidrogén. Tehát itt is meghúzható ez a 100 kilométernél valamivel magasabban lévő határ, ami egy fizikai elkülönítést ad kémiai összetétel szerint, ugye az alsóbb légrétegekre és a fölötte lévő rétegekre. Tehát megint ott vagyunk a 100 kilométer magasság körül, és a 100 kilométerrel kapcsolatban ugye még megkérdezhetjük azt is, hogy hát hol 100 kilométer ez? Az egyenlítőnél, vagy a sarkoknál, ugye a sarkok 20 kilométerrel lapulnak, tehát nem ugyanaz. Képzeljük el azt, hogy fölteszünk, ha lehetne mondjuk 90 kilométer magas körpályára, poláris pályára tenni egy műholdat, ha ott tudna keringeni, akkor az a egyenlítőnél a légkörbe menne, és a sarkoknál a világűrbe lenne? Hát ez egy elég képtelen ötlet. Ugye, tehát ezzel is bajok vannak, ezzel a 100 kilométerrel. A lényeg, amit én hangsúlyozni szeretnék, az, hogy ezek a határok mind-mind nagyon elmosódottak, időben változnak, térben változnak, naptevékenységtől rendkívül mértékben függnek az összes magasság, sűrűség, minden, tehát nem lehet úgy vonalzóval meghúzni, hogy na, itt a határ, és akkor idáig légkör van, onnantól világűr van. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen, én gondolom akkor... majd akkor ti is hozzászóltok, meg a tisztelt hallgatóság is. Először kérdezem a panelistákat, hogy kívánnak-e most hozzászólni, nem? Nem? Igen, tessék. Szerintem ez egy nagyon jó bevezető volt, mindent elmondtál, amit akár én is elmondtam volna. Mert ugye megbeszéltük azt, hogy nem fogunk vetíteni, illetve én sem szerettem volna megtörni a beszélgetést azzal, hogy vetítést hozok el. Attól függetlenül sajnos egy ilyen témában nagyon nehéz ugye úgy beszélni ezekről a dolgokról, hogy csak szóban elmondjuk, és nem mutatunk semmiféle
bizonyítékot a hallgatóságnak arra, hogy ez létezik, ugyanis hát az ember nagyon szereti azokat a dolgokat, amiket megfoghat, megtapasztalhat. És hát ugye itt, amikor beszélünk ugye a Kármán vonalról, ugye Kármán Tódor valóban ő elsősorban ugye repülőmérnöki szempontból fogta meg ezt a témát. Neki nem is az volt a célja tulajdonképpen, hogy a világűrhatárát határozza meg, erről nem is volt neki publikációja, és csak ahogy te is említetted, az élete végén még nem is publikálása nem is került anyagban, csak említést tett arról, hogy hát kerekítsük akkor fel azt a 98,7 kilométert mondjuk 100 kilométerre, de ehhez ő is azért már sejtette, hogy azért sokkal mélyebb kutatásra van szükség, és mind a mai napig, amikor mi a repülésben például oktatási tevékenységet végzünk, akkor ugye nekünk el kell magyaráznunk a pilóták számára, hogy hogyan keletkezik a felhajtóerő, hogyan repül a repülőgép, mert ugye ezen, tehát ennek tudata nélkül ugye hogy várhatjuk el bárkitől, hogy biztonságosan eljusson A-ból B-be. Na most hát azt kell mondani, és ugye sajnos ezt nyomtatásban nem hoztam el, mert nem mertem, nem akartam, hogy komolytalan legyen a beszélgetés, de van egy ilyen szép ábra az interneten megtalálható, hogy egy repülőgépet kell elképzelni, és ott be van rajzolva rajta a felhajtóerőnek a vektora, a drag, a thrust, és természetesen ugye a gravitációs vektor. És oda nem... A vektoroknak nem a nevei vannak meghatározva, vagy definiálva, hanem mindenhova oda van írva, hogy magic, magic, magic és magic, tehát hogy minden ugye egy csoda. És hogyha már megnézzük a felhajtó erő képletét, amit most ugye nyilván most nem szeretnék felírni a táblára, ugye tudjuk, hogy ennek része ugye természetesen a megfúvássebessége, ugye maga a felület, ami ezt képzi, illetve maga a légsűrűség, amit ugye Kármán Tódor is kvázi erre alapozta azt, hogy milyen magasságban tudnánk esetleg meghatározni a világűrnek a határát. De hát ami még ebbe beletartozik, az úgynevezett lift coefficient, amiről hát csak mérési adatokat tudunk. Tehát amikor mi létrehozunk például egy szárnyfelületet, vagy bármilyen felületet, ami felhajtó erőt termel, azt hát el kell, hogy mondjuk, hogy megpróbáljuk matematikailag modellezni, természetesen nagyon sok repülőmérnök kollega azt mondaná, hogy igen, igen, hát de hát mi ezt mi már nagyon-nagyon pontosan meg tudjuk határozni. Így van, viszont még mindig ott van az, hogy be kell raknunk egy szélcsatornába, le kell tesztelnünk, meg kell tapasztalnunk. És hát ez az, amit Kármán Tódor kvázi így megsejtetett velünk, hogy ez a 100 kilométer körüli magasság, ami egyébként valóban nem csak a Föld egyenletlensége miatt változik, hanem egyébként is, ugye, hogyha megnézzük az atmoszférának az összetételét, ugye ez függ attól is, hogy pontosan egy adott terület fölött hogyan alakul egyáltalán az időjárás, a hőmérséklet, ugye ez az úgynevezett environmental lapse rate, és ugye, hogyha ezeket megnézzük, akkor ugye azért ez le tud csökkenni 82 kilométerre, föl tud emelkedni 112 kilométerre. Hogyha megnézzük például a Space Shuttle-t, mert ugye még a múltról beszélgetünk, akkor ott látjuk, hogy 112 kilométer volt az, amikor a visszatérés közben a Space Shuttle az átváltott a control surface irányítása, tehát aerodinamikai irányítása váltott át. Tehát akkor most miért váltottad 112 kilométeren, hogyha 100 kilométer a világűr határa, akkor most a világűrben ő magassági megoldal kormánnyal irányította saját magát, szóval ez egy nagyon érdekes dolog. Hát pontosan azért tehette ezt meg, mert hát igen, azért a 100 kilométer fölött is van élet és vannak jelenségek, úgyhogy igazából én ezt szerettem volna így hozzászólni a fizikai részről, és csak azért, hogy akkor át tudjunk menni a jogi részre. Ugye itt repülés szempontból, tehát repülés szakmai szempontból számunkra nagyon fontosak a különböző nemzetközi egyezmények és az a jogi háttér, amivel mi a tevékenységünket el tudjuk végezni. Ugye itt, ami még ezzel kapcsolatban is akár ugye itt ugye át tudunk térni erre a funkcionalitás témára leginkább, mert ugye azt tudjuk mondani, hogy fizikailag ezeket a határokat meghatározni azért elég hosszú vitákat eredményezne. Ugye a funkcionalitást nézünk, akkor hát azt láthatjuk, hogy az ICAO, tehát az International Civil Aviation Organization, tehát a Nemzetközi Polgári Repülés Szervezet, ugye az ENSZ-nek ez a szervezete, ez 1945-ben lefektette a repülés szabályait, ez az úgynevezett Freedom of Air. Az első Freedom of Air az, ez a Free Passage, ami egyébként a hajózásban is alkalmazandó, a nemzetközi hajózásban, ez azt jelenti, hogy én bármilyen
ENSZ tagállam légtere fölött, hogyha én nem szállok le, de békés céllal repülök A-ból B-be, akkor én beléphetek ebbe a légtérbe, és békés szándékkal én átrepülhetek, és az ENSZ-es tagállamoknak ezt kutya kötelességük biztosítani. Na most ez mit eredményez, és miért nem bántotta eddig senkinek az érdekét az, hogy műholdak repülnek fölötte? Mert hát ugye azt mondtuk, hogy a világűrt az békés célokra használjuk fel, hogyha én azt mondom, hogy egy adott ország territóriuma, illetve szuverenitása fölött, és azért is mondom a szuverenitás szót, de ezt majd nyilvánvalóan jogi szempontból ugye ezt jobban ki lehet fejteni ezeket a fogalmakat, mert ugye nyilván a territórium az leginkább egy földrajzi egységhez kötött, azért a szuverenitás az pedig ugye nyilván különböző légterek és területek, ami fölött egy adott állam rendelkezik. Na most, hogyha ezeket megnézzük, hogy ezek fölött ugye azt mondjuk, hogy nincsen vége a légtérnek, tehát nincsen teteje, ezt az ICAO egyértelműen megfogalmazta. Magyarul, hogyha én 300 kilométerrel Magyarország fölött átrepülök békés céllal, akkor én ezt megtehetem az első Freedom of Air jogomhoz méltan, és ez teljesen mindegy, hogy ezt üreszközzel teszem, vagy repülőeszközzel, mert ugye azt nem mondjuk, hogy ezt repülővel kell megtenni, sőt, hát bocsánat, tényleg nem akarom így elvinni a beszélgetés vicces témába, de hát én csapkodhatnék a kezemmel is, és azzal is átrepülhetnék, ugyanúgy ezt a jogomat én tudnám gyakorolni, úgyhogy én ezt szerettem volna ez a múlthoz hozzászólni, remélem, hogy hasznos volt azért valamennyire. Én majd a Na, én most megkérdezném a tisztelt hallgatóságot, hogy van-e valakinek kérdése, esetleg megjegyzése. Ha mindjárt, pillanat csak azt szeretném kérni, ez az egész programra vonatkozik, hogy lehetőség szerint tömören fogalmazzunk, mert azért az idő nem végtelen, és még sok mondani valónk van. Csaba, parancsolj! Elnézést, nem érem egy ekkora kis termet, még még át tudok beszélni. A felvétel miatt. A felvétel miatt. Nem ilyen hallgatók a végén. Igen, de a felvétel nem lesz meg. Tehát ezért, mert interneten nézik az adást, és akkor viszont nem hallják. Akkor nem hallják. Nagyon rövid leszek, tehát csak jelzem a problémakört. A Föld bolygó esetében beszélünk arról, hogy hol húzzuk meg a világűr határát. Elvben nem lehet meghúzni. Ezért hallottuk, amiket hallottunk. Ugyanolyan jogi megállapodás volt szükséges a 60-as években, amikor ez kialakult, akkor ezeket a vitákat nagyon érdekes volt végigkövetni. A helyzet az, hogy ahogy vannak parti vizek, tehát az állam joghatósága alá tartozó parti vizek az óceánokon, meg tengereken, és a többi nemzetközi víz, ugyanígy húzták meg a Kármán Tódor, aki egy kiváló űrkutató volt, nem akarok most ebbe belemenni, tehát a helyzet az, hogy többek között Titán 3C hordozó rakétára utalok, meg a Bumpir kísérletre, stb. A helyzet tehát az, hogy a Kármán számításai, az ionoszféra alsó rész határa ugyanide esik, a D-réteg alsó határa, tehát ez alatt van az úgynevezett semleges légkör, ide esnek az elmondott sűrűségmegoszlások, tehát valahol itt van, nem fizikai definíciót keresünk, hanem egy az a megállapodás, hogy a határ, ameddig például egy átrepülés kémrepülésnek minősül, ha nem kért engedélyt és lelőhető, az ez a határ alatt van. Ha fölé megyünk, akkor innentől kezdve az egy nemzetközi vizeken való agresszió. Az, hogy itt most kavarodás van, az pontosan az űrturizmus meg egy olyan fajta pénzügyi tevékenységnek az egyre aktívabb bekapcsolódása a területre, amelyik nem mérlegeli az elmúlt évtizedekben ilyen ügyekben született megállapodásokat, és hát a világ halad előre, tehát itt a birkózás az meg lesz. Úgyhogy kérlek benneteket is, hogy vegyétek figyelembe, ez egy jogi megállapodás, és ebből nem tudunk kilépni, kell, szükséges, hogy legyen egy ilyen, meddig felségterület a légtér, és mi fölötte nem felségterület. 300 kilométeren, ha lelőnek egy műholdat, és az nem a sajátjuk, akkor az egy nemzetközi botrány. Olyan, mintha elsüllyesztenének egy utasszállítót a nemzetközi vizeken. Köszönöm szépen. Péter. Köszönöm. Péter, parancsolj.
Én repülési élettani szempontokat szeretnék a hallgatóság figyelmébe ajánlani. Repülő és űrorvostan, így nevezzük azt a tudományt, aminek a képviselője vagyok. Nincs határ, átmenet van. Én gondolom, hogy ezt a légköri repülés és az űrrepülésnél is figyelembe lehetne venni. Légköri repülőnek, légköri pilótának azt hívjuk, azt a embert hívjuk, aki a felhajtó erő segítségével levegőben maradó repülő szerkezeten repül. Űrrepülőnek pedig azt hívjuk, aki hát egyéb fizikai törvényszerűségek alapján, mondjuk a sebesség alapján repül. Nincsen konkrét határ, átmenet van. A repülés űrorvostan az emberre való hatását figyeli ennek a tevékenységnek. Vegyük például a gravitációt. Ugye a légköri repülésben is rendkívüli nagy szerepet játszik a gravitációs túlterhelés, 1G, 2G, 5G, mekkora G-hatás, mennyi ideig tartó G-hatás, és milyen testirányokból ható G-hatásról beszélünk. A súlytalanságban ugye nincsen G-hatása, élettani G-hatás nincsen, hát gravitáció természetesen az űrben is van. Más szempontok jönnek létre a gravitáció szempontjából az űrrepülésben, ugye ott hosszú ideig tartó kis G-hatásokról és súlytalanságról beszélünk. A légköri repülésből rövid ideig tartó nagy G-hatásokról beszélünk. Most az összes kedvezőtlen élettani hatást így át tudnánk tekinteni, de időkorlátok miatt ezt most nem tehetjük meg. Tehát a radiáció a légköri repülésben is másképp szerepel, és az űrrepülésben is szerepel. Ez lenne tehát az egyik gondolatom. A másik gondolatom, amit figyelembe ajánlok a hallgatóságnak, az pedig az űrturizmus. Ugye kit nevezünk űrhajósnak? Az újságírás az rendkívül jól reagál erre a problémára. Ugye hivatásos űrhajóst nevez meg, űrturistát nevez meg, és amatőr űrhajóst nevez meg most például napjainkban. Lehet, hogy ezek a fogalmak változni fognak. A múlt század a repülés évszázada volt. Ugye akkor az ember elemelkedett a Földtől, kétséges volt, hogy túlélheti-e, és aztán bebizonyosodott, hogy van repülés a világon, egyre inkább fejlődött a repülés. Újabb-újabb rekordok születtek, magasság-sebesség rekordok születtek, az első repülőket hősként ünnepelték, ugyanúgy, mint az első űrhajósokat. Az emberek az utcára vonultak, előadókörutakat, országjárásokat rendeztek a tiszteletükre. Aztán jött az űrrepülés, és ez újra megismétlődött. Na most, ha mi felszállunk egy repülőgépre, ugye akkor a körzeti orvosunkhoz elmegyünk tanácsért, hogy vajon én alkalmas vagyok-e a repülésre, és a körzeti orvos vagy a repülőorvos azt mondja, hogy nem, mert aszmás, mert bezártságérzése van, mert mozgásbetegsége van, mert tüdőbeteg, mert szívbeteg, úgyhogy az utasszállító repülőgépen való repülés sem javaslom önnek. Most vesz egy gazdag ember egy jegyet egy űrhajóra, ugyanúgy elmegy az űrkiképző központba, és megkérdezi, hogy vajon én alkalmas vagyok-e az űrrepülésre, túlélem-e az űrrepülést, megvizsgálják, és eldöntik, hogy alkalmas vagy nem alkalmas. Amikor felszállunk az utasszállító repülőgépre, jön a kisasszony, és elmagyarázza, zuhan a repülőgép, akkor ezt kell fölfújni, a mellét hogy kell fölvenni. Az űr turistának is elmagyarázzak az űrkiképző központba, ha baj van, akkor mit kell tenni. De megmondják neki, hogy nem nyúkálunk, nem nyomkodunk, nem kezdjük el irányítani az űrhajót, mert abból nagy baj lesz. Tehát ilyen szempontból az űrturista és a hivatásos űrhajós, valamint a
amatőr űrhajós funkciója, kategóriája jól elkülöníthető. Köszönöm. Hát ez egy optimista kijelentés volt itt a végén, Péter, hogy jól elkülöníthető. Én nem vagyok erről annyira meggyőződve. Különösen most, hogy különféle űrturizmus. Eddig is voltak űrturisták. A Simonyit említsem, csak egy... Igen? Bocsánat, csak egy napirendit közben szólnék, hogy interneten figyelnek minket, és az interneten minket követőknek mondom, hogyha föltesznek kérdést, mi azt látjuk, és akkor föl tudnánk tenni a vitapartnereknek, tehát lehet kérdést föltenni az interneten, csak oda akartam szólni a sokkal népesebb tábornak, aki nem itt a szobá, a helyiségben ül, hanem az interneten figyel minket. Köszönöm szépen, bocsánat a zavarás. De az a jó, hogy már ennyien ülnek a helyiségben, mert eddig ennek az ellenkezője volt a gyakorlat inkább az utóbbi időben. Még azért azt hiszem, hogy a témát nem fejeztük be teljesen a tárgyalását, mert sok érdekes gondolat elhangzott, de a végén itt a Péter beszélt, a Remes Péter beszélt a űrturizmusról, és az most a jelen tulajdonképpen, ami a problémákat felvet, úgyhogy térjünk át a második szegmensre, az űrturizmusra, és akkor megkérnélek, hogy vezess be ezt a témát is. Igen, hát a jelenkorban, hogyha jelenkorban lépünk, mert ugye előd az nagyon jól bevezette a múltat. Én kicsit sajnálom, hogy nem beszéltünk többet a múltról, mert szerintem ott még azért lehetett volna sok mindent felhozni, hogy mi történt. De hát, hogyha áttérünk a jelenbe, akkor azt kell lássuk, hogy az űrkutatás nagyon sok mindenben, ugye beszéltünk erről, és a tanár úr is említette, hogy ez egy nagyon interdisziplináris terület, tehát hogy nyilván összefog mindent, ez a repüléssel is elmondható, és nagyon sok mindenben, amikor mi az űrkutatásról, űrhajózásról beszélünk, akkor az emberiség legjobbját láthatjuk, tehát tényleg a technológiánk, a tudományunk és a társadalmunk csúcspontjait látjuk kibontakozni, amikor egy űrhajó a magasba emelkedik. Viszont sok minden kérdésben még azért mi sokkal hátrébb tartunk, mint például a topikális repülés. És egyik ilyen kérdés, az pontosan ez a kérdés, ami most itt felvetődött, hogy hogyan különböztetjük meg funkcionális szempontból a különböző repülő személyzetet, aki valamilyen feladatot vagy funkciót ellát egy űreszközön. Ezt már a polgári repülésben ez már lejátszódott. És azért említem, hogy polgári repülés, mert természetesen van egy katonai repülés, és beszéltünk ugye egy polgári repülésről is. És most ugyanezt látjuk, ugye eddig az állami szektor az ő bocsájtott fel, ő tartott fent űrprogramokat, most ezt a polgári szektor is, ugye a kereskedelmi szektor is elkezdte. Ugye most már olyan űripari cégek nőnek ki, amelyek képesek embert juttatni a világűrbe, eljutottunk ide. Hát, hogyha visszamegyünk kicsit a múltba, akkor ez az 1945 utáni időszak a repülésben, amikor ugye a békeidők megkezdődtek, az 50-es évek meghozták a sugárhajtású repülést, elindultak a légitársaságok, először nyilván nemzeti légitársaságok, utána már kereskedelmi cégek kezdtek el utasokat szállítani, és most már ott tartunk, hogy most már a nemzeti légitársaságok is különböző versenyszabályzatoknak kell, hogy megfeleljenek, mert hát ugye az államok már nem támogathatják pénzzel a nemzeti légitársaságokat, mivel most már egy ilyen kereskedelmi szférában élünk a repülésben. Na ugyanez fog végigmenni, vagy megy most végbe az űrhajózásban. És amikor arról beszélünk, hogy űrturista vagy űrhajós, én ezzel nem igazán értek egyet, mert ott van tényleg a SpaceX. Ő létrehozott egy űrhordozó eszközt, amivel ő embert tud juttatni a világűrbe. Az a tesztpilóta vagy űrhajós, aki azt vezeti, és most például ha az Inspiration 4-ról beszélünk, ugye ahol amatőr űrhajósokról beszéltünk, hát annak a űreszköznek a parancsnoka, Jared Isaacson, hát ő egy kiképzett űrhajós volt. Ő neki van licensze arra, hogy azt az űreszközt vezetheti. Az FAA, tehát az Egyesült Államoknak a légügyi hatósága, az ugye végrehajtó szervként, de hát ugye a megfelelő jogszabály vonatkozásnak megfelelően kiadta azt az engedélyt, hogy ez a személy az Egyesült Államokból elindulva egy ilyen űreszközt vezethet, hát ő egy polgári pilóta. Tehát azt tudjuk mondani, hogy ő olyan, mintha én most jelenleg egy úrvezetőt, tehát egy PPLS pilótát kiképeznék arra, hogy egy repülőgéppel A-ból B-be repüljön el.
Nagyjából neki egyébként hasonló egészségügyi feltételeknek is kellett jogszabályilag megfelelnie, ugye az FAA úgynevezett klassz 2-es orvosi vizsgát kellett neki letennie. Ugye ez a klassz 2, ez tulajdonképpen, hogyha átfordítjuk az európai megfeleltetésre, ez nagyon picivel gyengébb az, ami az európai kereskedelmi szint, viszont ez a klassz 2 szint, ez nem feleltethető meg az európai klassz 2-es szintnek, tehát az európai klassz 2 szint, amit az európai űrügynökség asztronauta válogatásán is kértünk, ugye az sokkal gyengébb, mint az amerikai klassz 2, az az amerikai klassz 3-nak felel meg, tehát a harmadosztályú orvosinak, tehát azzal már azért nem lehet űrhajót vezetni, azért jogszabály szerint. De hogy én ilyen irányból fognám meg, hogy most már lesznek olyan cégek, akik azt mondják, hogy rendben van, én fuvarozok. Én elviszlek a Holdra, én elviszlek föld körüli pályára. Nem feltétlenül, akkor nem muszáj űrhajósnak hívjuk, mert az űrhajós kinevezés, vagy űrhajós fogalom, az maradhat tényleg az, amire mindannyian gondolunk, amire én is gondolok, és szerintem mindannyian egyetértünk, amit előd is levelezésbe írtál, az én nagyon mélyen egyetértek, hogy az emberiség követe, így fogalmaztál, és ez egy nagyon gyönyörű fogalom, és ezt meg is kell tartanunk. Viszont ettől függetlenül lesznek olyan személyek, akik vezetnek űreszközöket, ők nem az emberiség követei lesznek, hanem ők csak személyek lesznek, akiknek megvan a szertifikációs hátterük arra, hogy ők űreszközt tudjanak vezetni. És hát itt tartunk a jelenben, és az, hogy mi kit nevezünk űrhajósnak és kit nem, ezt most jelenleg azért nem nagyon tudjuk eldönteni, mert nincsen jogszabályi háttér. Tehát nincsen egy olyan licensz, ami azt mondja, hogy ha én azt megszerzem, én most bocsánat, mert nem akarok tényleg párhuzamot hozni, akkor én űrhajós vagyok, vagy pilóta vagyok, vagy egy űreszközt vezető vagyok. Nyilván erre majd tanár úr szerintem kitalál egy nagyon jó magyar fogalmat, de hogy nincsen egy ilyen szertifikációs háttér. És hogyha megnézzük a feladatát most ugye a nemzetközi szervezeteknek, pontosan ez a feladatuk, hogy határozzák meg funkcionálisan a világűrnek a határát, vagy nem muszáj egy határvonat meghatározni, de valamilyen tevékenységi kört legalább határozzon meg, hogy mi számít űrtevékenységnek, mi számít légitevékenységnek, és hogyha az űrtevékenységek szintjén pedig meg kell határozni ugyanazt, amit annak idején 1945-ben az ICAO-val meghatároztak, hogy legyen mögé téve a flight crew licensing, legyen mögé téve a maintenance, a certification specification, tehát hogy akkor mi nekünk milyen certifikációs sztenderdeknek kell megfelelnünk, hogy mondjuk utasszállításra alkalmas űreszközt hozzunk létre, teherszállításra alkalmas űreszközt hozzunk létre. És amíg mi ezekre a kérdésekre itt az űrhajózásban nem tudjuk a választ, amíg nemzetközi szinten erre nincsen konszenzus, amíg nem írjuk mondjuk azt elő, hogy minden ENSZ tagállamnak létre kell hoznia egy olyan végrehajtó szervet, amit mondjuk a polgári repülésben is láthatunk, addig nem tudunk sajnos mi sem nagyon jó választ adni a sajtónak, mert akkor igen, beszélhetünk űrturistákról, amatőr űrhajósokról, profi űrhajósokról, meg minden egyébről. Úgyhogy igazából ez most a jelenkor, és most még nagyon sok mindent nem mondtam el, de én szeretném igazából átadni nektek a szót, mert ez szerintem sokkal fontosabb téma. Egy szóra csak, hogyha visszavetem, szépen mondtad, hogy az emberiség követei, de ez nem az én találmányom, ez szerepel az ENSZ világűr egyezményekben, hogy az alapelv szerződésben is szerepele, azt nem tudom pontosan, de az űrhajósok mentéséről szóló egyezményben biztos, hogy szerepel ez a fogalom, és pont ezzel fogjuk meg azt, hogy most vajon emberiség követe-e az, aki beül az űrhajóba, és csak egy űrugrásra fölmegy. Igen, de hát hogyha ezt mondjuk, akkor ugye annak idején, amikor a repülőpilótákról beszéltünk, akiket a Remes professzor is említett, hogy még ünnepeltek, ugye, amikor még nagyon kevés repülőgép járt az égen, akkor mondhatjuk, hogy a levegőben ők az emberiség követei voltak, ők a saját haderejüket, vagy saját országukat képviselték. Most, hogyha én magán polgári célra használok egy ilyet, akkor én abszolút nem vagyok sem az emberiség követe, sem pedig a saját országomat sem képviselem. Én egy cégnek dolgozom, ott vagyok kint, hogyha esetleg jön egy földön kívüli, akkor én útba igazítom, hogy akkor egy űrhajóst keressen, nem pedig engem. Na, akkor lezártuk ezt a részét, hozzászólás. Én majd mindjárt. Mindjárt. Akkor most én mondok valamit ezzel a témával kapcsolatban, vagy inkább két rövidet, mert mind a kettő régi és mind a kettő magyar vonatkozású is. Én Kármánt hallottam előadni
1962-ben Budapesten, az már halál előtt egy évvel volt, amikor a Műegyetemnek lett a díszdoktora. Akkor itt töltött Magyarországon egy kis időt, és az Egyesületünk meghívására tartott egy előadást. Ezt hallottam, hát sajnos semmiféle rögzítése ennek nincsen, csak memória van, de hát én még fénykép sincs erről az előadásról, szégyen gyalázat, pedig hát akkor már lehetett volna. De Kármán egyáltalán nem említette, abba biztos vagyok, azt, hogy Kármán vonal, egyáltalán nem foglalkozott ezzel a kérdéssel abban a hosszú előadásban, mert nagyon izgalmasan vázolta az amerikai rakétafejlesztés akkori stádiumát és azokat a rakétákat, amelyekkel ők fejlesztik a V2-t egy bizonyos irányba, és elnevezték őket ugye Sergeantnek és Colonelnek, stb. És arra viccére még ma is emlékszem, mert azt mondta, hogy azért, mert annál magasabb rangfokozatúak már nem dolgoznak. Szóval azért lettek az űrmester rakéták és az alacsonyabb rangú rakéták, mert a fölött már azok nem dolgoznak. Ezért se kimélyenek ebben a vonatkozásban. De most a másik dolog, amit említeni szeretnék, az a világűrbizottság. Ott én nekem is módom volt kb. Egy évtizedig rendszeresen eljárni ezekre az ülésekre. Na most az a probléma is van, hogy vannak ott szakemberek, de azért az ENSZ világűrbizottságának a zömét, az üléseken résztvevők zöme diplomata. És a helyi képviselet küld ki valakit, aki egyik nap űr, a másik nap atom, a harmadik nap nem tudom milyen témában ül be, és nem ért egyikhez sem. Na most ezektől azt várni, hogy egy ilyen bonyolult kérdésben szakmai döntés szülessen, és most jön a csattanó, egyhangú döntés, mert az ENSZ-ben csak az van, tehát ha nincs egyhangú döntés, akkor nem megy a dolog. Hát ezért többek közt érzésem és benyomásom az volt, hogy ez az elakadás, ez azért van főleg, mert ezek a delegáltak között mindig akad egy, aki feltűnési viszketegségből vagy másból megakadályozza az egyhangú döntést, ha már valami kialakul. Úgyhogy nem csak ez az egy kérdés lóg a levegőben, több más is, és ezek főleg ez az oka. Úgyhogy valahogy itt az a rendszer elavult, és nincs jobb, de ezzel kell dolgozni, de elavult. No, akkor kérdezem, hogy van-e a hallgatóságnak esetleg hozzászólása, kérdése? Igen? Hát ha nem számít ízléstelenségnek, akkor még egyszer hozzászólnék. A űrhajós foglalkozáshoz szólnék hozzá. Ez pedig mondani valóm arra vonatkozik, hogy az űrkutatásnak, az űrtevékenységnek, az űrhajós foglalkozásnak vannak katonai vonatkozásai. Az űr hatalmi kérdés, az űrbirtoklása hatalmi kérdés. Talán megragadta a hallgatóság figyelmét, hogy vannak, felavatták az első magyar űrkatonákat. És akkor ugye sokan megdöbbentek azon, hogy mi is ez. A NATO az elmúlt évben hadszíntérnek nyilvánította az űrt. Tehát nem felejtkezhetünk meg arról, hogy van egy katonai űrtevékenység, ahol professzionálisan, erre való módon kiképzett katonák tevékenykednek. Igen, bocsánat, igen. Először is hadd köszönjük, külön a nemes urat talán megismer, köszönöm a figyelmet, talán sok évvel ezelőtt, mint az a potenciális űrhajós jelölt a kecskeméti Rovkiban, amikor még itt két
csillag volt mindössze, a főhadnagyként, és utána lett három. Találkoztunk személyesen. Ugye én készítettem egy rajzot, én valójában szintén egy militarista, akárhogy is nézzük, kiképzést kaptam részben. Ma már megfordult a világ, orosz nyelv helyett angolul kezdenek beszélni az hajósaik, és ehelyett a kettő között ez a rajz és grafika éppen az űrturizmus szimbolizálja az ENSZ-nek a égisze alatt, hiszen az űrturizmus az a jövőben szerintem, ami a békés célú űrkutatás, űrmeghódítás és hasznosításnak az igazi nagykövete lehet. Hát ehhez kívánok én majd, és kérek önöktől sok-sok segítséget, mert szeretném ezt az elméletemet és régi elhivatottságomat megvalósítani, mert az űrből az a Kárpát-medence, ami ezen a érem tervezeten van, ami fölülről is egy geopolitikai egység, bár nem ország. És akkor egy csomó jogi kérdés majd utána szeretnék föltenni, hogyha egy képzelt utazást kezdünk el Magyarországról, mondjuk indulva, hova érkezhetünk, milyen tranzitutasok lehetnek, stb. És Magyarországon milyen engedélyek szükségesek majd. De egy csomó kérdés fog fölmerülni menet közben. Nagyon köszönöm a lehetőséget. Mindenkinek jó egészséget kívánok, és erőt, egészséget a ünnepelteknek. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, és akkor térjünk át a harmadik témára, a jövőre, és akkor megkérem Balást, hogy... Köszönöm szépen. Nem biztos, hogy ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásával kezdeném, mert először az alapokról közelíteném meg. Kármán vonal. Pont most véglegesítjük a tankönyvet, Világűrjog című tankönyvet, ami majd bízunk benne, hogy jövőre jelenik meg, ahol most kijavítottunk egy ábrát, ahol Kármán vonalként volt meghúzva abba a fejezetbe, hogy hol van a egyik elmélet szerint a világűr határ, és Kálmán övre módosítottuk. Pontosan az ilyen természettudományi aspektusok miatt, hogy nem exakt ez a fogalom jogilag, és amit előd említett, hogy miért nem szeretik a jogászok vagy jogalkotók inkább, hogy természettudományi alapokhoz kössük ezeket a határokat, azért, mert nem exakt, és fontos tudnunk, hogy hol ér véget a légkör, és hol kezdődik a világűr. És itt jön az alapkérdés, hogy egyáltalán miért? Miért van ennek az egész kérdésnek jelentősége? A rómaiak nem foglalkoztak ezzel, a római jogban az usquat coelum elve érvényesült, tehát gyakorlatilag végtelenségig terjedt az állam területe, vagy a magántulajdon, hiszen nem volt realitás, hogy pár tíz méternél magasabbra jusson az ember. Ez akkor kezdett el jelentőséget nyerni, amikor úgyis az Egyesült Nemzetek szervezetén belül is a Világűr Bizottságban 40 éve tartó vitának az alapját jelenteni, amikor is a világűr szerződést elfogadták, és létrejött a világűrjog, aminek a gyökerei 1910-es évekre nyúlnak vissza. Egy belga bíró írt először arról, hogy el kéne különíteni egymással a levegőnek a jogát, és van fölötte valami az éter, ahogy ő említette, amire külön jogot kéne alkotni. Így jutottunk el 67-ig, amikor megszületett ez a világűr szerződés, amiben létrehoztak egy olyan területet, ami mindenki területe. Ez nem egy új kategória, ilyen a nyílt tenger is például. Az Antarktisz nem, mert az senki területe, de lényegében hasonló jogi jelleget ölt. És van a légtér, ami az állam főhatalma alá tartozik. Szuverenitás a mi területünk. Természetesen korlátokkal, hiszen a Chicagói Egyezmény és a repülésnek a szabályai, tehát nevezik ezt légjognak, egy nagyon szabályozott terület, az állam főhatalma érvényesül. Tudnunk-e, hol a határunk? Azt tudjuk, hogy hol van Ausztria határa, hol van Románia, Szlovákia, stb. Határa. Az államnak van egy felső határa is. De ezzel nem foglalkoztak nagyon sokáig, 67-ben viszont felmerült az igény, hogy kellene vele. Az államoknak, alapvetően a nagyhatalmaknak ellenérdeke fűződött ahhoz, hogy ezt jogszabályi
definíciót fogadjanak el. Így a 40 év alatt, hogy most már lassan 60 év alatt, amikor minden évben kiküldik az ENSZ kérdőívet, hogy az egyes államok hogyan gondolkodnak erről, három elmélet csontosodott meg, vagy kettő, ami kettő érintőlegesen szóba is került, és van egy új elmélet is, ami terepet nyerhet, ami kötődik a tengerjoghoz, amit a Ferenc tanár úr érintett. Az első, ez a területi alapon kéne meghúzni, húzunk egy vonalat. És akkor ennek volt számos leagazása, űrélettani, ameddig életben marad egy ember. Húzunk egy vonalat ott, ahol az aerodinamikai erők hatás, gyakorlatilag a Kármán vonal, húzzuk meg ott. Ezek a természettudományi alapok. És voltak olyan államok, akik azt mondták, hogy ex has, mert nem szeretjük a természettudományi alapokat, már elnézést, hogy ezt itt mondom, de hogy azok nem exaktak egy jogásznak. Mondjuk azt, hogy legyen 100 kilométer, és itt kezdték összemosni ezt a Kármán vonalat, mert hogy jól hangzott 100 kilométer. Egyébként Kármán Tódor valószínűleg azért nem beszélt róla, mert Andrew J. Haley-nek tulajdonítják, aki jogász volt, hogy ő mondta azt, hogy legyen ez Kármán vonal, és ő nevezte el róla gyakorlatilag, és valószínűleg Kármán Tódor nem is gondolt rá, hogy ő róla lesz ez a öv elnevezve. Tehát ez volt az első. Pár országnak a jogrendjében találunk egyébként erre utalást. Nemzetközi szinten nem lett kimondva, hogy hol a világűr határa. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy 100 kilométer nemzetközi jogban. Ha nagyon alaposan elkezdjük olvasni az egyezményeket, akkor viszont kigrajzolódik egy másik elméletnek az elfogadás, ez a funkcionalista elmélet. Ugye itt is Gábor is említette, hogy ne azt mondjuk, hogy hol vagyunk, hanem azt, hogy mi a célunk. Célunk-e az, hogy elérjük az első kozmikus sebességet, és tegyünk meg legalább egy kört a Föld körül. Ez az objektumnak a célja. Ha ez, akkor űrtevékenységről beszélünk, ha nem ez, akkor légitevékenységről beszélünk. És például, hogyha a lajstromozási egyezmény megnézzük, hogy lajstromba kell venni az űrobjektumokat, csak azt kell lajstromba venni, ami elérte az orbitális sebességet, és egy kört megtett a Föld körül. Ha megnézzük a felelősségi egyezményt, akkor láthatjuk azt, hogy a űrtevékenységnek minősül az is, és a felelősségi egyezmény alá tartozik, hogyha egy űrobjektum a levegőben vagy a Földön okoz kárt. Ez azt jelenti, hogy nem az a lényeg, hogy hol van az az űrobjektum, hanem az, hogy mi volt az eredeti célja, és utána hiába zuhant le vagy kapott elébe egy repülőt, az akkor is űrtevékenység marad, és az űrjog hatálya alatt kell megítélni ezt a káreseményt. Bocsánat, közben itt a gondolatmenetemre lapozok, és utána ha a légijogot nézzük, mert ugye nézhetjük felülről, hogy ott mit mond az űrjog, ha a légijogot nézzük, ott nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel, a Chicago Egyezménynek a 14-15. Teljesen mindegy mellékletében van meg a légijármű fogalmából, lehet kielemezni, hogy mire gondolt a szerző, vagy a költő, hogy mi a légijármű, hiszen ha tudjuk, mi a légijármű, akkor talán tudjuk, hogy mi az űrjármű, és igazából az aerodinamikai elméletre hajaz, hogy ahol a levegő felhajtó ereje gyakorlatilag. Tehát nem jutunk közelebb. Tehát mivel nemzetközi szinten nincsen meghatározva exaktul, hogy hol kezdődik a világűr, hol ér véget a légtér, ezért az államok, mint oly sok más kérdésben előre mentek, és saját nemzeti jogalkotás keretében fogadtak el megoldásokat. Láttunk olyat, hogy 100 kilométerre példa, Kazaksztán, de hogy említsek meghatározó államokat, Dánia és Ausztrália is, ENSZ-nek küldött válaszában említi, hogy szerintük a 100 kilométer egy jó határ lenne, majd rögtön hozzá is teszik egyébként, hogy ez nem kötelező őket nemzetközi szinten, tehát nem igazi jogszabály. Dél-Afrikában például olyan nemzeti űrjogszabályt fogadtak el, hogy az a világűrnek a határa, ahol a műholdnak a perigeuma van. Tehát nyilván ez sem egy exakt hely, hiszen attól függ, hogy milyen műholdról van szó, meg milyen pályáról, de ebben én nem ismernék belemenni egészen pontosan. És ezek mind a területi alapú. Aztán meg kell említeni 1976-ból, ha jól emlékszem, a Bogotai Egyezményt. 7 egyenlítői állam, nem véletlen egyenlítői államok, azt mondták, hogy ők úgy tekintik, hogy a geostacionárius pálya, tehát 35.786 km magasba, is az ő területeket képezi. Nyilvánvalóan gazdasági okokból, hiszen akkor azt ők tudják értékesíteni. Addig mentek, nyilván az ENSZ-ben óriási, az ITU-ban, tehát a Nemzetközi Távközlési Egyesületben óriási ellenállást váltott ki, nem is sikerült természetesen átvinni, de Kolumbia alkotmányában a 60. cikk az még mindig kimondja, hogy Kolumbia területét képezi a felette lévő pályaszakasz a geostacionárius pályában. Ezek a területi, akik ebbe az opcióba mentek tovább, az USA is, csak arról külön beszélnék. És akkor meg kell említeni például az Egyesült Királyságot. Az Egyesült Királyság most egy új űrtörvényt fogadott el 2018-ban, amiben
ő már inkább a funkcionalista elmélet felé megy, mert elkülöníti egymástól az űrtevékenységet és a szuborbitális tevékenységet. Mind a kettőt egy törvényben szabályozza, de ebből következtethetünk arra, hogy ha a szuborbitális az a szuborbitális nem űrtevékenység. Tehát mondhatjuk azt, hogy csak az az űrtevékenység, ami pályára állt, és legalább egy kört megtett a Föld körül. És akkor az Egyesült Államok nem foglal állást nemzetközi szinten, de nemzeti szinten igenis a területi alapú húzunk meg egy határvonalat. És ő meg is húzza ezt a határvonalat, hiszen 2006-ban elfogadta, egy új rendet alapított, addig voltak ugye az állami programokban részvevő űrhajósok, ami elég egyértelmű volt, ha most nem veszük az űrugrásokat, stb. Ezeket, mert ez egy újabb vitát nyithat. Létrehozta a kereskedelmi űrhajós fogalmát, amit furcsa módon a légügyi hatósághoz telepített, ő ítéli ezeket meg. Na most ennek két kritériuma volt. Az egyik kritérium az, hogy egy képzésen részt vesznek, nyilvánvalóan megfelelnek bizonyos kritériumoknak. A másik kritérium pedig az volt, hogy 50 mérföldnél magasabban repülnek. Ez 80 kilométert jelent nagyjából. Talán nem véletlen, de ebben nem vagyok biztos, hogy Richard Branson 86 kilométer magasra ment föl. Nekik, mert ezzel kipipálták azt, hogy ők kereskedelmi űrhajósok lehessenek. Ugye lejöttek a Földre, 10 perc körülbelül, majd azonnal űrhajósá avatták saját magukat egyébként, ott nagyon boldogak voltak. Nem kicsinyítve az ő érdemüket, de hogy az nem az FAA-nek volt a kitüntetése. Majd július 20-án, két héttel az ő repülésük után az FAA módosította a rendeletet az Egyesült Államokban, ami a kritériumokat határozza meg, és berakott egy harmadik kritériumot, hogy még annak is meg kell felelni, hogy csak az minősülhet kereskedelmi űrhajósnak, aki a közbiztonság vagy a repülés biztonságához hozzájárult. Ez egy elég tág fogalom, de gyakorlatilag aki effektíve irányítja azt, tehát az az űrturista, aki befizeti egyet, lebeg boldogan egy pár percet, de hozzáteszem akár 3 napot, vagy 4 napot, most a SpaceX-nek az utazása során, az sem lesz űrhajós. És akkor eljutunk gyakorlatilag a jövő kérdéséig, hogy én hogy látom, el kell követni egymástól, hogy hol a világűr határa, és ki az űrhajós. Ez nem ugyanaz. Tehát aki a világűrben van, nem feltétlenül űrhajós. Hogy mi a világűr határa? Két irány lehet. Az egyik, hogy határoznak egy funkcionális álláspontra helyezkednek, és azt mondják, hogy az az űrtevékenység, amiknek a célja, legalább a célja, de hogy meg is valósítja, hogy orbitális pályára álljon, és a Föld körül legalább egy kört megtegyen. Mert az is űrtevékenység lehet, hogyha nem jut fel, mert felrobban, stb., és akkor is az űregyezmények alapján kell megítélni. A másik lehetőség, hogy konkrétan meghatározzák a fizikai magasságot, ahol ezt a tevékenységet végzik. Na most az ENSZ-ben egyhangú döntésre van szükség. Erre kevés az esély, egyre inkább feszült a helyzet. Most nem véletlen, hogy az Egyesült Államok, de ez egy másik téma, ugye az Artemis megállapodások keretében gyakorlatilag kilép, és az erőforrások felhasználását már nem az ENSZ keretén belül próbálja leszabályozni, hanem saját feje után megy egy picit. Úgyhogy egy kérdés, hogy vajon ebbe a kérdésbe lehet-e megállapodás. És itt megemlíteném azt, hogy van egy harmadik elmélet is. A harmadik elmélet pedig a Stefan Hobénak a nevéhez köthető, egy német tudós, aki azon, hogy tudós, ő vezeti a Nemzetközi Jogi Szövetségben az űrjogi bizottságot, és egy törvényjavaslat tervezeten, jogszabályjavaslat tervezeten dolgoznak a szuborbitális repülésről magáról. Na most Hobénak van egy speciális elmélete, ami a tengerjoghoz kötődik, hogy ne azt mondjuk, hogy 100 kilométer, hanem mondjuk azt, hogy van egy átmeneti zóna, hogy 20 kilométerig légijog, 110 kilométer vagy 90 kilométer fölött több elmélet, és van lényegtelen 90 kilométer felett űrjog, és van egy köztes terület, ez a mesospace, egy ilyen közeli űr, gyakorlatilag near space terület, ahol az államnak korlátozottan érvényesülnek a főhatalmából fakadó jogosítványai. Mert a tengerjogban is így van, hogy van a parti tenger, 12 tengeri mérföld, elég bonyolult a rendszer, de vannak például a csatlakozó övezet, ahol az állam területéhez tartozik ugyan, de már nagyon korlátozottan érvényesülnek az államnak a főhatalmából fakadó jogosítványai. Tehát és ezt a javaslatot nem sokára be fogják mutatni, meglátjuk, hogy ez milyen hatással lehet. És hogy ki az űrhajós? Az amerikai jogszabályok alapján a turista biztos nem lesz űrhajós. Tehát hiába vannak fönt, mert pont ezzel indokolták ezt, hogy berakták ezt, hogy irányítania kell, vagy felelni a repülés biztonságáért,
hogy így fogalmaztak, megőrizzék a presztízsét ennek az űrhajós kitüntetésnek. Hogy ne kapja meg az, akinek van pénze, egészségügyileg megfelel, mosolyog párat, és aztán lejön a földre, mert valóban az emberiség követei. De akkor itt jön nekem ez a kérdésem, hogy kell-e ezt a fogalmat előtérbe helyezni, és szerint gondolkodjunk, hogy az űrhajós az emberiség követe. Azért volt 70-es években az emberiség követe, mert kevés űrhajós volt. Lehet, hogy nagyon sokan fognak most már az űrben repülni. Van ennek még jelentősége, hogy az emberiség követe? Hiszen amíg kevesen vannak, persze követek, de most már nem követek, hanem lehet, hogy ez a fogalom inkább átalakul ahhozzá, hogy űrhajós az, aki egyenlő pilóta, tehát aki irányítja az űreszközt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ebbe az irányba fog ez elmozdulni, és leginkább nemzeti szinten fogják ezt leszabályozni, mindaddig, amíg nem sikerül nemzetközi szinten az űrforgalom menedzsmentre egy általános szabályozási keretrendszert elfogadni, ami meg nélkülözhetetlen lesz, hiszen a megakonstellációk stb. Miatt egy légügyi szabályozáshoz hasonló forgalom menedzsmentre lesz szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy dolgot, én is egy kérdést tennék fel először, hogy na, pillanat, mert lehet, hogy most éppen elfejtettem az előbb, de nem akartam megállítani a gondolatmenetet, valami nem volt világos. Igen. A kérdés, és aztán az ember elfelejti, mondjad. Akkor köszönöm szépen, hadd mondjam, én csak egy gondolatot szeretnék hozzátenni, ugye Balázs, említetted a funkcionalizmus elvét, hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy megemlítem Gál Gyula nevét, aki taktársunk volt, hosszú ideig az ellenőrző bizottságunk elnöke volt, és ő volt az, aki én azt hiszem, hogy már a 60-as évektől kezdve a funkcionalizmus elvének a híve volt, és azt képviselte évtizedeken keresztül. Eszembe jutott, hogy mit akartam kérdezni. Ennek a legutóbbi SpaceX-es repülésnek az egyik specialitása az volt, hogy nem volt kiképzett, pontosabban pilóta nem volt rajta, hanem távirányítással és automatizálta. Nem a Jeff Bezosnak a repülésére gondol? Nem, hanem ami most volt két nappal ezelőtt. Ott volt pilóta. Nem a kiképzésről van itt szó, hanem arról van szó, hogy valóságban az egy távirányított és önműködő eszköz volt, olyan, mint egy autó, amiben beszáll valaki, és nincs sofőr, és vezet. Ez a kategória azt jelenti, hogy akkor az az űrhajós pilóta, aki ott lenn ül a vezélőszobába, és ellenőrző, hogy minden rendben van-e, és nem az, aki fönt van magában a gépben. Lehet, hogy válaszolni kellene, ha lehetséges. Bocsánat, de akkor egyúttal arra is válaszolj, hogy akik a Blue Origin-nel mennek föl, ugye ők is kaptak kiképzést? Abszolút, ugye ez kötelező, de nekem meg pont ez lett volna a kérdésem, ugye én most a munkám miatt ugye a következő magyar kutató űrhajósnak a repülését készítjük elő, ugye amerikai partnerrel, tehát én abszolút bele kellett ássam magamat az amerikai jelenleg hatályos repülésjogba és előírásokba, ugye hát én is itt Európában ugye munkám során ugyanezt követtem el, amikor ugye compliance managerként egy repülős iskolát vezetek, és ott nekem az volt a benyomásom, hogy igen, ez a repülés biztonság szempontjából, hogyha van funkciója az adott személynek, és ez egyébként az engineert is érinti, tehát hogyha megnézzük azt, hogy kinek milyen orvosi követelményeknek kell megfelelni, akkor kvázi a fedélzeti mérnök, a navigátor, tehát egy az egyben adoptálták tulajdonképpen azt a szabályrendszert, ami a polgári repülésben létezik, és hát amit tanár úr említett, ez abszolút helytálló, tehát automatizmus vitt a levegőbe, ugye, vagy hát a világűrbe a SpaceX-nek az Inspiration4 legénységét, de hát akkor én meg visszakérdeznék tanár úr irányába is, meg ugye irányatokban is, hogy igazából akkor az a pilóta, aki felszáll mondjuk most jelenleg egy Airbus 321-es repülőgépre, és én veszek egy jegyet Lutonba, és ő 400 feet-en, tehát 400 feet-en, ő bekapcsolja az autópilótát, és legközelebb már akkor kapcsolja ki, amikor legurul a pályáról Londonba, akkor ő nem pilóta, és akkor a automatika vezette ugye a repülőgépet, mert akkor semmi probléma, mert én sem vagyok pilóta, én is akkor visszaadom a szakszómat. Itt bejön az a kérdés, amiről rengeteget beszélünk, jogászok, más téma, mesterséges intelligencia, hogy hol van a gép vége, miért felelünk, miért nem felelünk.
itt én úgy gondolom, az lehet a megoldás, hogy egy pilóta akkor is felelős azért, hogy tehát van egy gondolom protokollok, és hogyha bármi van, ő kikapcsolja, tehát hogy abban van szerepe attól, hogy éppen aktívan nem veszi szereplésben, ott van mögöttesként, aki bármikor beléphet, és ő dönt, hogy mikor lép be. És ez a felelősség már szerintem azzá teszi. Ami tanár úr kérdezett, ott is csak jogérzetem van, nem jogtudatom, de aki a földön van, az nem fogja teljesíteni a kritériumokat, mert nem repült magasabban 50 mérföldnél. Tehát fent kell lenni. De hogyha egy, azt hiszem a Jeff Bezos kapszulájánál volt az, hogy tényleg semmit nem csináltak. Tehát teljesen automatizált volt az egész, ott feltehetően senki. Hozzáteszem azt is, és hogy senki ne gondolja azt, hogy Richard Branson vagy Jeff Bezos ellen szól ez a dolog. Egyébként nyilván nem szólhat, hiszen ez egy jogszabály ismertetés volt. De ők is lehetnek kereskedelmi űrhajósok, mert van egy olyan feltétel az amerikai rendeletben, hogy méltányossági alapon, aki rengeteget tett ezekért az űrrepülésért, a kereskedelmi űrhajózásért, kaphat ilyen kitüntetést. Tehát, hogyha egyszer majd kapnak, akkor ők ezért fognak kapni, és azt hiszem, hogy teljes joggal. Igen, tessék. Evel kapcsolatban felhívnám ismét a figyelmet a katonai terminológiára. Ott űrhajóról van szó, és hajózó állományról. Űrhajós, aki hajózik. Most a repülésben is hajózó állományról van szó. A hajózó állomány tagja a pilóta, aki vezeti a repülőgépet, tagja a fedélzeti navigátor, aki navigálja ezt a repülést, akár a fedélzeti rádiós, a lövész, és bármilyen szakszemélyzet, aki a repüléshez effektíve hozzájárul. Na most, ha meggondoljuk, hogy léteznek a robot repülőgépek, amiket a földről egy repülőgép kabinhoz hasonló állásból vezényelnek, hasonló műszerekkel, ez az ember, aki a robot repülőgépet vezeti, nem számít repülőhajózó állomány tagjának, az egy földi személyzet, a földi állomány. Tehát ennek analógiájára az űrhajózásban is, aki a földön tevékenykedik, az nem űrhajós. Aki fönt tevékenykedik, bármi a foglalkozása, az űrhajózó állomány tagja valamilyen szakmában. Köszönöm szépen. Bocsánat, Iván, ha megengedett, csak egy internetes kérdést, félig kérdés, félig véleményt rövid fölolvasnék, csak azért kérném, hogy akkor reagáljatok rá. Ha már ígértük, akkor tegyük is meg, hogy lehet interneten keresztül. Tehát Böszörményi István kérdezi, az úr, és hát mondja, az űrturista elnevezéshez a következőket, ha egy repülőjegyet veszek, attól még nem leszek pilóta, csak utas. Javasolnám az űrutas, azaz passenger, vagy esetleg space singer elnevezéseket, tehát magyarul új elnevezést arra nézve, aki nem űrhajós, abban az értelemben, hogy nem pilóta, vagy nem vesz részt, ahogy hallottuk az űreszköz vezetésében. Megjegyezném, mondja ő, hogy a kozmonauta kifejezést szerencsésebbnek érzem az asztronautánál. Elvégre a világűrt járják meg, és nem a csillagokat. Viszont a hagyományoknak megfelelően mégiscsak asztronautáknak nevezzük őket, csillagjáróknak. Ez utóbbihoz, hadhoz, mert hát emlékszem még azokra az időkre, amikor ez még egy nagyon élénk kérdés volt, hogy magyarul hogyan nevezzük az asztronautákat, kozmonautákat, mert a Szovjetunióból kozmonautákat bocsátottak föl, Egyesült Államból asztronautákat bocsátottak föl. Szóval végül is az a döntés született akkor az akkori mandban, hogy szovjet űrhajós, amerikai űrhajós néven fogjuk ezt emlegetni. Annak ellenére, ennek hosszú története van, ezt nem mondom el, hogy a MANT elődeinek nevében kezdettől fogva mindig az asztronautika szót használtuk, és nem az űrhajózást. Ennek az volt főleg az értelme, hogy annyira szerencsétlen módon foglalkozott különösen a sci-fi irodalom ezzel a szóval. Szóval volt egy bizonyos ellenérzés, hogy inkább használjuk a nemzetközi szót, és akkor az tisztább ügy. És a másik dolog, hogy mint hogy a Nemzetközi Szövetség is asztronautikai szövetségként dolgozott, és mi ott
egyesületként be akartunk lépni, hát előny származott abból, hogy a magyar elnevezés és az asztronautikát használta. De hát most ez már kínaiak is valami, ugye taikonauta, vagy hogy hívják, szóval ez terjed, ez egy kicsit félek tőle, hogy különböző országok űrhajósokat bocsátanak fel, az mindegyik saját nevet talál ki neki. Hát ez elég nagy káosz fog teremteni végsősorban. Na, utálja mindenki. Én is pont ehhez a részhez szerettem volna hozzászólni. Tehát én is nagyon nem szeretem ezeket a különböző szóhasználatokat. Én azt mondom, hogy örüljünk, hogy magyarul van egy jó és találó kifejezés erre, és űrhajós, és használjuk az űrhajós szót, és ha szükséges, akkor tegyük hozzá a nemzetiségét, de hát ne legyen tényleg minden nemzetiségi űrhajósra egy más szavunk. Hát hamarosan, ha minden igaz, akkor lesz majd indiai saját űrhajós is, és arra van egy szó, meg is írtam az űrvilágon, de már szerencsére elfelejtettem, mert hozzátettem, hogy remélem nem fog elterjedni. Igen, én még annyit tennék hozzá, hogy gondoljunk abba bele, hogy anno az első űrkorszakban, az űrhajózás hőskorában mi volt a különbség köztünk, átlag emberek között, és az űrhajósok között? Hát majdnem, hogy minden. Tehát bármilyen szempontból megvizsgáltunk egy űrhajóst, ő volt a mi hősünk, ő olyan életpályát futottak be ezek az űrhajósok, olyan emberfeletti tetteket hajtottak végre, olyan kockázatot vállaltak, ami elképzelhetetlen még most is, akár számunkra, átlag emberek számára. És most a második űrkorszakban mi a különbség köztünk és a űrhajósok között, ezek között, az űrhajósok között, akik most repülnek? Hát egyértelműen semmi különbség nincsen. Több pénzük van maximum, de semmi különbség nincsen köztünk és köztük. És talán ez az, ami leginkább minket egy belső ellentmondásba visz, mert nagyon nehéz azt elfogadnunk, hogy már nekünk ehhez sokkal több közünk tudna lenni, de ott van a hatalmas tisztelet, hogy azért ne felejtsük el, hogy kik azok, akiket mi is ismerünk, és főleg itt ti ismertek, akiket ti is találkoztatok. Tehát amikor egy Leonovval fogtunk kezet, és együtt pálinkáztunk, vagy egy Kubaszovval, hát ezek olyan emberek, akik olyan tetteket hajtottak végre, és olyan magasztos dolgok részesei voltak, hogy hát őket azért ne említsük egy lapon, és szerintem itt mindannyiunkban egyébként ez a fő ellentmondás, hogy ne kelljen nekünk egy lapon említeni azokat a kereskedelmi tevékenységet végző, hát mondhatni így akkor valamilyen szinten asztronautákat, mint azokat, akik úttörői voltak ennek az egésznek. Holott, ha meg a repülést nézzük, azért egy Amelia Earhart, vagy a Wright fivérek egyike, azért elég büszkén mondaná saját magát pilótának, azért, mert hogy ők nagyon büszkék lennének arra, és az emberiség követének, de ő nagyon büszke lenne arra. Tehát, hogy ő most biztos eljönne hozzám, és azt mondaná, hogy hát Gabi, léci egy PPL-t, akkor repüljünk le együtt, mert hogy ők biztos nagyon büszkék arra, és én vallom azt, hogy odaföntről, akik néznek minket, ugye a űrhajózás nagyjai, és itt akár dr. Magyari Béla, aki képzett űrhajóst is, mérnök ezredest is említhetjük, akik büszkén néznek rá, és mondják, hogy igen, nagyon jó, amiket elértünk. Úgyhogy én igazából ezzel zárnám, és remélem, hogy majd nektek sokkal okosabb és előremutatóbb szavaitok lesznek. Csak a közönségben lenne. Igen. Csak megengeditek. Ki az, aki jelentkezett? Ja. Igen. Köszönöm szépen. Két kicsit provokatív megjegyzésem lenne, és a Betele, az internetes hozzászólót idézném. Tehát ahogy itt beszéltetek arra, hogy van légiközlekedés, légitevékenység, űrtevékenység, szerintem az fog kialakulni, mert kialakult a légitevékenységnél, hogy van pilóta, van műszaki tiszt, van légi utaskísérő, és van utas. Tehát véleményem szerint is, amit itt megmosolyogtunk, amit Böszörmény úr javasolt, szerintem ez lesz, hogy az űrtevékenység lesz pilóta, lesz műszaki tiszt, lesz űrutas kísérő, és lesz űrutas. Ez az egyik gondolat. A másik gondolatom az, amit, hát itt nyilván vannak nálam sokkal jobban értők, hogy mi a személyszállító űrhajó definíciója,
Én úgy tudom, hogy többek közt az, vagy egy űrállomásé, ahol az ember élet tevékenységének szükséges feltételek megvalósulnak, és gyakorlatilag ott képesek élni az emberek, és ez az űrbe van. Ugye itt elhangzott, hogy de hát honnét nézve nézzük az űrt. Tehát ha így vesszük, akkor a bolygónk, ahol mi itt vagyunk, a Föld, az egy űrhajó, hiszen adottak az ember élet tevékenységei, véd minket a légkör, most nem mondjunk ebbe bele, táplál az oxigénnel, és hát száguldunk az űrben bődletes sebességgel. Tehát ha úgy vesszük, akkor itt mindannyian ebbe a teremben űrutasok vagyunk, de nem űrhajósok. És ahogy itt mondtátok, tehát valóban a Föld bolygó nagyköveteidő válhatnánk, hogyha találkoznánk egy Földön kívül. Ezt a két kicsit laikus megjegyzést szerettem volna elmondani. Köszönjük szépen. Tessék, még van egy kis idő, esetleg a Suminski Nándinak a gondolata, ez még érdemesen elmondani. Ez egy jogelméleti felvetés volt, egyébként nagyon érdekes volt. Alapvetően, ugye, ha most sajnos visszarántom a dolgot a jogi hatályra, például, hogy mire terjed ki a hatálya a nemzetközi egyezményeknek, az a világűr és más égitestek. Más égitestek, mint a Föld. De ugyanaz a probléma, az jutunk, hogy hol ér véget a Föld. Tehát a Földhöz tartozik a légtere, de ez a kígyó, ami a saját farkába harap. Az, hogy mi az űrhajó fogalma, ez nincsen tisztázva. A űrhajó fogalma nincsen definiálva. Az űrhajó azt tudjuk, hogy egy űrobjektum. Az űrobjektum fogalma pedig egy borzasztó fogalom, amit elfogadtak, ha szabad így tiszteletlenül beszélni a 60 évvel ezelőtti jogalkotókról, mert azt mondták, hogy olyan objektum és annak része, amit a világűrbe szállnak, vagy ott. Tehát, hogy igazából semmit nem tudunk meg róla, mert az megint az, hogy akkor hol a világűr. Tehát, hogy nincsen rendesen definiálva, hogy mi az űrobjektum. Hát a régi definíciók közül sok van, amelyiket újra kellene tárgyalni valószínűleg, ahogy haladt a dolog. Most, ha nincs több kérdés, igen, van András. Köszönöm szépen, tulajdonképpen mindegyikethez kérdezném a következőt. Itt már fölmerült az a gondolat, hogy most volt ez a négyes űrrepülés, mármint ahol négy ember repült. Ezek közül kettőt mindenképpen űrutasnak illik nevezni, a két hölgyet. De a két urat, aki pilóta volt, és az egyik az kapott űrhős kiképzést is, őket valószínűleg kereskedelmi űrhősöknek kellene nevezni. Mi a véleménye a társaság elsősorban neked? Én lehet, hogy provokatívan fogok válaszolni, de szerintem majdnem mindegy, minek nevezzük őket. Mert hogy ez kezd ilyen, hogy minek nevezzük, politikailag, de most nem pártpolitikára gondolok, hanem aminek jelentősége van, egy dolognak van jelentősége, hogy légi vagy űrtevékenységről beszélünk-e, mi az alkalmazandó szabályrendszer, amit arra a repülésre alkalmazunk. A szuborbitális repülés az én megítélésem szerint, de mivel nincs eldöntve, ez egy szubjektív vélemény, az egy légi tevékenység, amire alapvetően a légijogot kell használni, mert az, hogy felmennek, és ott mindig rossz szót használok, és előtt kijavít, hogy most lebegnek, súlytalan, két percig tart, és utána visszahullanak, számomra ez nem űrtevékenység, mert nem is az a célja. Persze kommunikációban az, hiszen így lehet eladni a helyeket, hogy űrhajós lesz, meg a világűrben jár, és ez egyébként nincs semmi bajom, de az nem lesz. Űrtevékenység az, amit most csináltak négy napig, de ettől még nem lesznek űrhajósok. Nevezhetjük őket, jogilag nem nevezhetjük őket kereskedelmi űrhajósnak, mert nem tettek hozzá a repülés biztonságához, amennyire én ismerem. Hogyha kiderül, hogy ott műszereket állítgattak és mérnöki tevékenységet végeztek, akkor már minősülhetnek annak. De nem, szerintem nincsenek már akkora jelentősége, hogy vajon ők akkor az emberiség nagykövetei ez? Gyakran ez abból pattant ki, hogy az embereknek van egy ellenérzése, hogy ne nevezzük már ezeket űrhajósnak. Hát hogy jöjjünk ahhoz, hogy egy lapon említsük az említett űrhajósokkal? Ennek már nem lesz jelentősége, mert ma már senki nem érzi úgy, hogy a Wizz Air pilótája egy lapon említhető, most bocsánat, nem a Wizz Air pilóta, csak bármilyen pilóta, egy lapon említhető a Dwight fivérekkel. Abszolút, pláne, hogyha a Ryanair-nél repül valaki, de leginkább a Pegasusnál, és ezt én most fel is vállalom, tehát nekem ezzel problémám nincsen itt internet közössége előtt.
Egyébként, hogyha a CFR-t nézzük, tehát a CFR 14-et, akkor tulajdonképpen ugye maga a SpaceX Crew Dragon az úgy lett certifikálva, hogy ugye az egy manned spaceship, tehát hogy mindenféleképpen ilyen szempontból űrhajósnak kellene nevezni, vagy hát ugye a CFR ugye ő se azt írja, hogy astronaut egyébként, hanem ő csak azt írja, hogy pilóta, tehát kvázi itt most egy magánpilótáról beszélünk, tehát hogyha én most így előveszem, és most egy teljesen komolyan szakmailag repülőszakmilag nézem, akkor ő egy private pilot volt. Tehát a Jared Isaacson, ő jelenleg, hogyha FAA által kiállított flight crew licensing-el rendelkezik, és ő PPL-je van, akkor egy PPL-el repült. Nem tudom, hogy neki egyébként van egy CPL-je, tehát hogyha neki van CPL-je, akkor a CPL-je keretein belül végezte ott a dolgát, az azt jelenti, hogy ő commercial pilotként volt a fedélzeten, de nagy valószínűséggel, hogyha ugye megnézzük magát a tevékenységet, ez egy magánrepülés volt. Tehát még akkor is, hogyha ő kereskedelmi engedéllyel volt a fedélzeten, ő egy magánrepülést hajtott végre, tehát összességében nem kereskedelmi űrhajós, tehát a válasz az, hogy ő nem kereskedelmi űrhajós, hanem hogy ő egy magánpilóta volt, aki egy repülést hajtott végre, ami űrtevékenységnek, az, hogy ez minősülhet-e vagy sem, hát azt ugye meg kell ítélje ugye maga az űrjog, de ő tulajdonképpen egy repülőeszközzel elhagyva a Földet, 540 kilométeres magasságba emelkedve, ami ugye és ugye Horvai Ferenc taktársunk ugye kiemelte nekem, hogy ezt mindenképp mondjam el, hogy a Hubble űrteleszkóp jelenlegi pályája fölé, tehát nem az eredeti, hanem a jelenlegi pályája fölé emelkedve, ugye sokkal inkább lehagyva ugye a nemzetközi űrállomást. Hát tényleg egy történelmi tettet hajtottak végre, és ugye maga a neve is, az Inspiration ugye erről szól, hogy inspirálja az embereket arra, hogy ezt hajtsák végre. Szóval repülés szakmailag ő egy privát pilóta, aki egy erre szertifikált légijármű fedélzetén, ami Lajstromba is van véve, az Amerikai Egyesült Államokban végrehajtott egy repülési feladatot. És ha még erre egy nagyon kicsi széljegyzet, hogy akkor, amikor mi egy űrjárművet vagy légijárművet, és most a kettőt azért említem nagyon egy lapon, mert most egyelőre még tényleg nagyon kacifántos itt a szabályozó ezzel kapcsolatban, de azt, amit ugye itt volt egy hozzászólás ezzel kapcsolatban, hogy nyilvánvalóan azokat tekinthetjük emberi szállítás alkalmas űrjárműveknek, ahol ugye tudjuk biztosítani a crew-nak, illetve a fedélzeten lévőknek az életben maradását. Ugye, hogyha ezt nézzük, akkor a repülőben is megvannak adva az úgynevezett command pozíciók, meg kell nézni a flight manuálját annak az adott űrjárműnek, amivel ők repülnek. Itt ugye meg lehet nézni a Bezosnak ugye a New Shepard-ot, hogy ott a szertifikációs eljárás során pontosan ezt hogyan szertifikálták. Hogyha ők úgy szertifikálták, hogy ott van egy command position, akkor az, aki abban ült, ő volt akkor a parancsnoka annak a légijárműnek. Én úgy gondolom, hogy az Egyesült Államoknak, hogyha a repülésbiztonsági szertifikációs rendszerét nézzük, vagy akár az Európai Uniónak, olyan ember által irányított járművet nagy valószínűséggel nem igazán engednek leszertifikálni vagy létrehozni, ahol nem szólhat bele a occupant, tehát az, aki ugye benne ül bármilyen szinten a magában a röppályába vagy az üzemelésbe. Tehát én meglepődnék akkor, hogyha a New Shepard esetében ilyen űrliftről beszélgethetnénk, hogy ugye fölmegyünk és visszajövünk. Tehát én úgy gondolom, hogy mind a két esetben erről van szó, és hogyha megnézzük a Virgin Galactic-nek ugye a Spaceship 2-t, hát ugye az alapvetően egyébként egy Lajstromba vett légijármű, tehát ott egy repülőgépről beszélünk, tehát annak is természetesen van egy hát abban az esetben ugye egy tesztpilóta jogosítással rendelkező pilótája. Ez azt jelenti, hogy ott hát nyilvánvalóan, mivel azok már nagyon tapasztalt pilóták, és ugye ex-katonai pilóták, ők nagy valószínűséggel CPL vagy ATPL szakszolgálati engedéllyel ülnek a fedélzeten, ezt nem lehet megmondani, egyébként PPL-lel is ülhetnének, és a lényeg az, hogy ők egy tesztpilóta engedéllyel vezetik azt a repülőgépet, ami ugye kvázi elviszi őket a világűrbe, vagy a világűr határára. Hát itt ugye, hogyha megnézzük, ugye az most van egy 80 kilométer, egy 100 kilométer, egy 118 kilométer, csak ugye az adatokat mondjam, egy 122 kilométer, és egy 129-től 150 kilométer, és ez mind amerikai számok. Tehát ez a tanulmány, amit itt egyébként lapozgatok, ezt majd itt a figyelmetekbe ajánlom, ez egy nagyon érdekes tanulmány, ez pont a Space Traffic Management, ami
elhangzott tőled. Az Embry-Riddle Aeronautical University-n volt 2014-ben egy ilyen szeminárium, és ott készítettek egy tanulmányt, ahol összeszedték, hogy Amerikában egyébként jogszabályba rögzítve, pontosan egy táblázatban, hogy hány határa van a világűrnek, és ki fogja mondani, hogy én asztronauta vagyok. Tehát, hogyha én 50 km, vagy 80 km fölé megyek, akkor szerintem 3-4-5 ilyen kitüntetés simán összeszedek. Egy dolgot hadd tegyek hozzá, amit mondtál. Én az Inspiration-t nem úgy értem, ahogy te. Az Inspiration nem biztos, hogy erre akart inspirálni, hiszen ne felejtsük el azt, hogy ez az Inspiration for, ez egy jótékonysági adománygyűjtő küldetés volt, és itt egy kórház javára gyűjtöttek, úgyhogy én az Inspiration-t legalább annyira fordítom le magamnak úgy, hogy ő az egészségügynek, vagy konkrétan annak az egy gyerek kórháznak a javára akart adományokat gyűjteni, és egyébként az érdekessége a repülésnek az, hogy annak a kórháznak korábbi betege és mostani munkatársa, alkalmazottja volt az a legfiatalabb hölgy, aki részt vett ezen, mint azt hiszem legfiatalabb nő, és a legfiatalabb amerikai talán? Igen, aki űrben járt. Ez mind igaz és szép, és Elon Musk a körítésbe a habot gyönyörűen teszi fel a tortára, de azt se felejtsük el, hogy azért ott volt Jeff Bezos, Richard Branson, akik űrugrottak, majd akkor ő megmutatja, hogy kell valóban orbitális pályára állni, és csinál egy 3 napos küldetést. Szerintem ez is benne van egy kicsit, az egymás ugratása, ami egyébként mindig előre viszi a tudományt, hiszen ez hajtja a piaci versenyt, ez hozza a fejlesztéseket, stb. De szerintem azért Musknak ez is benne volt, és rárakott egy nagyon szép ügyet, amit nem lehet elvitani. Igen, neki nem kicsi. Igen, hát letelt az időnk, éppen pontosan letelt, most mindjárt 6 óra. Én azt hiszem, hogy érdemes volt azért ezt a témát itten megforgatni, mert amit az elején mondtam, az még talán jobban látszott, hogy mennyire aktuális a dolog. Szóval valóban ezt egy évvel ezelőtt még egész másképp láttuk. És 10 évvel ezelőtt, több mint 10 évvel ezelőtt írogatott cikkeinkbe és könyvembe is, olyan 1-2 éven belül vártuk azt a felendülését az űrturizmusnak, ami most következett be. De az az érzésem, hogy úgy 100 év múlva már olyan mindegy lesz, hogy ez mikor történt. De egyszer megtörtént, és ez most megtörtént ebben az évben. Úgyhogy ezért olyan fontos. Nagyon szeretném megköszönni a MANTA elnökének, hogy ezt a mai összejövetelt megszervezte, és hogy megindult ez a szeminárium sorozat, és sok sikert kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Szeretném megköszönni a résztvevőknek, Albán Iván levezetőelnök úrnak, Bartóki Gönci Balázsnak, akinek egyébként tegnap született 2 kicsi gyermeke, 2 fiú gyermeke. Gratuláljunk neki. Ennek ellenére vállalta és itt van. Úgyhogy lélekben kicsit ott, de azért itt is volt köztünk. Köszönjük szépen Botelődnek és Magyari Gábornak. Valamint ezt a kerekasztal beszélgetést gondolom nagyon érdekes volt. Az a cím ennek az egész szeminárium sorozatnak, hogy űrkorszak. Én azt hiszem, ennek az űrkorszaknak vannak időnként határai. Ez sem nagyon pontosan definiálható mérföldkövei határai. Most is valahol ott vagyunk. Egy olyan határnál, amit majd lépünk túl, és aztán lehet, hogy visszafelé nézve ez a pionírok kora lesz, és másként fogunk persze beszélni azokról, akik először indultak Amerikába egy szekérrel, hogy a nyugati partot meghódítsák, és aztán másként azokról, akik később évtizedek múlva arra mennek a vonattal. De attól még abba az irányba mennek, úgyhogy azt gondolom, hogy valahogy így megpróbáljuk majd értelmezni azt, amiről most beszélgettünk. Érdekes lesz, ott van a világhálón, ott lesz a felhőben, és 10-15-20 év múlva szerintem elég izgalmas lesz visszanézni, hogy most mit is mondtunk erről. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt, az ünnepeltjeinket még egyszer Isten értesse sokáig, és az interneten minket követőket. 32-35 fő volt egy-egy időszakban, tehát azt gondolom, hogy elég népes tábor volt ott is. Köszönjük szépen, hogy részt vettetek, és egy hónap múlva a hirdetett időpontban majd találkozunk. Mindenkinek jó egészséget, viszontlátásra!